Hey, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Legnagyobb szeretettel köszöntök mindenkit. Válam vagyok, ez pedig itt a Kringéked. És hát folytatjuk tovább a súlytalankodást 2022-ben is. Amit láthatjátok, visszatértem, csütörtökön nem voltam, mert részt vettem egy ilyen hámlasztáson, és még mindig vörös az arcom tőle, de úgy gondoltam, hogy ma már igazából ez már vállalható. Kicsit ilyen spicy pólóban vagyok, és akkor ez így működik. Hát igen, sajnos meg kell borotválkoznom. Úgyhogy ez az, ami visszanőtt múlt péntek óta. Tavi Tündérke, köszönöm szépen az 5. hónapos szubbolást. Nagyszerű vagy, Tavi Tündérke. Isten áldja meg jó szokásodat. Vagy inkább Jimmy, szegény Jimmy 2000-ben fejbe lőtte magát, de azóta is gondolunk rá. Főleg ilyenkor, amikor valaki belengeti az 5. hónapot. Tehát igen, igen, hát meg kellett szabadulnom az arcőrzetemtől, szóval most ilyen borotvált fejem van, de sokkal rosszabb volt pár nap ez csupaszon, ne tudjátok meg. Elképesztően kellemetlen volt. Fiatalos, kurva szállat. Nem érzem tőle jól magam, de mondtam, hogy jó, bevállom ezt a facecam streamelést, mert miért ne? Hát ki vagyok én, ha nem súlytalan. Szóval igazából hidegen hagy minden, és tényleg az ilyen külsőségek azok maximálisan. De úgy látszik, mégis annyira hiú vagyok, hogy megcsináltam egy ilyesmit. Úgyhogy, gyerekkoromban nagyon pattanásos voltam, és akkor maradtak ilyen lyukacsok az arcomon, és úgy gondoltam, hogy ha most nem próbálom ezt ki, akkor soha nem fogom. És hát a hatása az ilyen 5-10%, nagyon mondjuk 30%-kal lett talán kevésbé látható. Ezek ilyen undorító dolgok, senki nem beszél erről, aki férfi ember. De én úgy gondoltam, hogy hát jó, kipróbálom, aztán egy hétig vörös lesz a fejem tőle, ez van. Fél év is azt mondja, hogy kis fencák, 6 hónap, messzike alsóvonal, köszönöm szépen. És fülkékben, füzérben, és 5. hónapja van itt velünk. Fantasztikus. És mindig nem vagyok kész a pólóval, amit egyébként már megbeszéltünk, mit tudom én. Hát ez van. Ez van. Ilyen, hogyha egy súlytalannal kezdtek ki. Szervusz, kvákkapitány uram, szia Neangi, szervusz, Vivike, illetve szia Vivi. Hello, Filmcorner, Tőkéshajni, Kovácsia. Igen, most már beszéltek a szemüvegről, mindjárt fogok. Ez egy ilyen azoknak, akik szemüvegesek, azok lehet, hogy segíthet. Akik nem szemüvegesek, azok valószínűleg leszarják. Szia, Kovácsia. Hello, Kálmán. Szia. Hello, Greg Toyer. Szia, Mr. Joe, András Pénzei, Zoli Snow, Anorexiket, Pikék, Vivikének már köszöntem, Blackstone, Jalapenomi, az név. Ráoszepsion, szia Heg, hello Rékus, Kengúcs, Gyulánk, Potato Krumpli, I Don't Flow, Sever, Linda, szevasz HDHD, szia Sunasoft, azt én is nagyon szeretem, mindenki fogyassza egészséggel reggelire frissen facsar Sunasoftot, narancsléből facsartot. Szia Rántott Hús és Kovjubi, szervusz Laci 94, Sunyivakon, csá, szia Paj az eredeti, hello Laci 99, üdvözlök mindenkit sok-sok szeretettel, hello Luna, és még sokan mások, mindenki mások. Gaben Channel, nem maradsz készi, a káposztás pogácsa, Dorci, hello Sólyom 97, Zsofó 13, Retek Lovag, a 700 át Retek Lovag, itt a végén befutottál te is. Sheet, The Fun, The Proc, 6. hónap. Nem tudom, hogy már láttalak-e korábban, mindesetre elindított egy hype vonatot ez a 6 hónapos reszubbal, köszönöm szépen, haver. És akkor most elmondom neked, hogy iszok egy kortyot az egészségetekre. Egy korty víz. Ebben a hónapban nem iszom sört. Ezt megfogadtam, meg kólás se. Szóval ez egy kurva nehéz hónap nekem ez a január. Nem tudom, ki az, aki emlékszik arra, hogy volt régen, amikor még volt egy ilyen YouTube csatorna, az volt a nevű, hogy Benszület Bálna. És akkor azon volt egy ilyen év, aztán a 2020-as, amikor megfogadtam, hogy csinálok ilyen kihívásokat, és akkor az első az volt, hogy nem játszottam számítógépes játékkal, meg nem ittam kólát, az volt a január. Na az volt a legjobb hónap amúgy, és akkor tökre működött. Mert valami más kellett helyette csinálnom, és akkor igazából sokkal több tartalmat csináltam. Rájöttem, hogyha nem játszanék videójátékokkal, akkor minden másra jutna időm. Ez halálkomoly, és szerintem ez sokatokra igaz. Itt most rátok mutatok, igen. Rád is Two-Headed Giant, meg Kengúcs. Szóval, mi veszi el az időnket leginkább? Az, hogy Harry Kettner videókat nézünk és Trio Podcastot hallgatunk? Kurva szomorú! Foglalkoztatnánk fontosabb dolgokkal is. Annál, hogy PlayStation-on vagy Switch-en játszunk, vagy számítógépen, vagy tököm tudja mi. Ha mi hosszú távú boldogságot keresünk, akkor miért ilyen szarokkal basszuk el az időnket? Na jó, az a heti kétszer két óra cringe-elés szerintem belefér. Az lehet produktív is. Mivel ma konstruktív kritikák következnek. Életem legkonstruktívabb streamer lesz, megígérem, hogy mindenkinek csak pozitívat fogok javasolni. Harry Kettner videótól nem lesz olcsóbb a kenyér. Se.
legproduktívabb kringé, igen. Ja, szóval ez egy nagyon-nagyon fontos stream lesz, igen. Mi az Alensa? Hát köszönöm szépen kérdése. Szóval, felkerestek engem ilyen november környékén, hogy ki szeretnék-e próbálni egy ilyen blue light filteres szemüveget. A picsával, nincs itt a másik szemüvegem. Na mindegy, így is látjátok, hogy ez a szemüveg visszaveri a kék fényt, és sokkal szebb kerete van, mint a másik lencsének, egyetlen más kerete van, de a formája nagyon hasonló. Nagyon pengén látok vele. Dioptriás szemüvegem van, szóval igen, nem látok olyan jól, mint akinek nincs, de azért nem olyan brutál rossz a szemem. Viszont ezt próbáltam, egy hónapja hordom, és számítógép elé ezt szoktam mostanában fölvenni, meg minden máshova. Hát én érzékelem azt, hogy kevésbé szaródik szét a szemem. De lehetséges, hogy ezt csak beflash-elem. Szóval mindenki próbálja ki, hogyha szemüveges, esetleg ezt a dolgot, mert én tudom ajánlani. Az egy hónap az nem elég semmire, de lehetséges, hogy csak korábban mástól fájt a fejem, volt hogy fájt a fejem, amikor kúra sokat ültem gép előtt. Egész nap gép előtt ülök, úgyhogy, úgyhogy én úgy vettem, hogy ez egy jó ötletes dolog. Minden esetre, ha valaki szeretne nézelődni, egész olcsó szemüveg keretek és lencsék között. Mennyit kell csinálniam úgy, hogy bementek egy boltba, ahol szemüveget árulnak, és akkor ott általában van szemvizsgálat. Felírják, hogy mennyire szar a szemed, és akkor igazából ezt elküldöd nekik, és elküldik neked a szemüvegedet. Hogyha valaki ezt megteszi, és a bána kódot használja, ami ott van a leírásban is, akkor 5000 forinttal olcsóban tud vásárolni. Ez a szemüveg keretestől együtt mindenestül volt 50000 forint. Aki vásárol ilyesmit, az tudja, hogy ez nem egy olyan egetverően nagy összeg. Lehet sokkal drágában is venni szemüveget, de szerintem faszán néz ki. Szabi! Köszönöm szépen a harmadik hónapos Prime subot! Hello! Köszönöm szépen! Nagyon jó fej vagy. Na most mindent elmondtam. Én azért vállaltam ezt, mert úgy voltam vele, hogy jaj, semmi pénzt nem kapok én ezért. Hogy ezt így elmondom. De ezt a szemüveget megtarthattam. Vagy ki akartam próbálni? Mert tényleg sose lehet tudni, egész nap a gép előtt ülsz. Mivel tudod javítani egyébként az egészségedet? Veszel egy olyan széket, amitől nem szarulik szét a hátad, és valami tartja. Megesettek a szemüveges, hogy akkor érdemes venni egy kékfényszűrő szemüveget. Vagy nem. Na, mi történik? 72000 volt? Micsoda? Az élet? Az utolsó szemüveged annyi volt? Ja, szóval ez nem volt vészes. Viszont egész jó. Slimoof! Csá! Hello! Köszönöm szépen a harmadik hónapot, uram! Meg háromszorozok és über fencák lesz te is. Ígérem. Kicsit kezdem úgy érezni, hogy a fencásár már kezdem delibördössé válni, nem? Senki? Miért is jött, mert valaki volt, hogy a lakásfelújítás közben valószínűleg begiszkarton azt a szemüvegét? Oh shit! Az para. Na mindegy, szóval ezek elég olcsók, meg olyan jók is. Tehát biztos találtok, amit tetszik, hogyha valakit érdekel, és akkor érdemes használsz 5000 forint kedvezmény. Na mindegy. Szóval, nézzük, hogy miben élünk. És akkor most már itt maradok ebben a kis képernyőben, mert azért nyilván azért hiúság, meg minden. Ma rákatintottam Nudlesznek a csatornájára, mert feljött egy új videó, hogy fázok, ölej meg prank. Biztos nagyszerű. Hogy teljesít az öreg Nudli, a Nudleszünk, és rakott ki videókat. Szóval nézzetek meg, 6 videót kitett az elmúlt egy hónapban, sőt hetet, és az egyik videója egyébként majdnem 50000 embert elért, ez a véleményem az Iron ügyről. Természetesen, hát ez biztos az a 3 perc, amit elmond, hogy Iron Channel egy rossz ember, az megért ennyi megtekintést. De cserébe ez a feliratkozó szám, ez a talán a legszexi feliratkozó szám, amit el lehet érni a magyar YouTube-on, szóval hogyha Nudlesz itt megállna, szerintem az lenne tökéletes. Szia, az Ali Gaming, csináljátok ma! Fölöttem ma. Egész nap gép előtt ülsz, most már gíres napopó rendterget születtél. De én itthonról dolgozom, bro. Én itthonról ülök a gép előtt. Na, fontos nekem az, hogy a gép előtt üljek. Zsuzsanna! A harmadik hónap megjött neked is. Mármint, hogy a sub. Köszönöm szépen a feliratkozást. Az ismételt, harmadik folytatott feliratkozást. Remélem, hogy jól érzed magad, Zsuzsanna. Iszok egy kortyot a te egészségedre is. Ilyen sok ennel írod a neved. Még azt sem mondta. Azt mondta, hogy nem hiszi el Iron-ról, hogy ilyet tenne. Ó, ne. Ez szörnyű. Ja igen, mert ő volt videóban is vele, emlékszem. Voltak együtt TikTok fesztiválon valahol. Itt, hol van? Basszus, hol is volt? Hát, most hirtelen nem látom. Itt, ez volt az a videó. Ott vannak Iron Channel-vel. Hát ez szomorú. Akkor azt miért hagyta fönn? Csak hogy mert ugye nézik.
Na jó, akkor nézzük meg, hogy milyen a fázok ölel meg prank. Ez itt a Noodles Channel. De kinek van a legkringébb intrója? Én nem tudom, szerintem egyébként Aratata az az évtized legkínosabb dala. Tehát tényleg ez a Májva Cukor Kommandó. Na jó, mindegy. Noodlesnek talán nem annyira kínos, mint Aratata. Kéne bele még egy szó, még szerintem a hashtag szót bele kellett volna még vinni ebbe az intróba, hogy kicsit még trendi legyen, sőt még az emojit is használnám. Ez egy konstruktív kritika volt, mindenki tegye, ahova szeretné. TikTok fesztivál? Igen, az volt. Amit elvileg Szabi est segített megrendezni, csak nem volt idén Szabi est kategória. Az isté az vicces volt. Kinek még a... Kinél is nagyobb a GTS body count-ja? Rambónál? Oké, ez egy olyan muzsika, amit mintha már hallottam volna pár ezer milliárd YouTube videóban, ezt a... Ez a lopakodó zene, ez a stealthy music. Shower Club, öcsém. Zetele pláza közepén, gyerekek. Tiszta, előkelő életmódot folytatok. Pihengetések, kajázgatások, a WC, esküszöm a WC. Tudjátok, hogy a WC az nálam nagyon fontos. Az a benne úgy lesz, a saját YouTube csatornán viselkedik úgy, mint egy RTL-es műsorvezető a, tudom én, délutáni műsorában. Vagy kicsit úgy érzem. Szóval biztos, hogy erre a szerepre nagyon alkalmas lenne. Ez van, ezt gondolom. Ez az én pozitív kritikám. Tegyétek, ahova szeretnétek. Szevusz Petraszki, hello. Szóval igen, pontosan ezt az uszítást láttam. Látod? Hogy egyáltalán látod, nem konstruktív az a kritika, nem. Hanem ez egy merő szándék. Ez egy merő konstruktivitás, Chills. És ez a facebook.com/noodles. Mennyire in touch with reality a YouTube-on piros Facebook logóval kitenni a Facebook oldalad. A Facebook oldalad. Én már múltkor is kivoltam attól, hogy a Dezső Bence egy Facebook oldal posztban kérdezi a nézőit, hogy mire válaszoljon a kérdez felek videóban. Én tudom, hogy nem maradtam le arról, hogy a Facebookon már nincs nagyon senki. Tehát, hogy így nem, tehát nem egy olyan hely, ahol valakit követsz. Mert így kurvára nem látod, hogy mikor, tehát soha nem tudod befolyásolni, hogy éppen mit dob fel neked. Nem mintha az Instát annyira tudnád, de ott azért, hogyha nem több száz embert követsz, akkor talán működik. De nem tudom, tehát tegye fel a kezét itt, aki így Facebookon követi a legtöbb embert, mert hogy ott szeret értesülni az új update-ekről valaki kapcsán. Tehát tegye már. Jó, a Meta az a cégnek a neve, az oldalon mindig Facebook a neve. Potato Krumpli, kedves uram. Nagyon jó, tesó. Végre megbírom nektek azt mutatni, hogy vetem rá magamat a lányokra. Ez egyre aljasabb lesz, Noodles. Ez egyre aljasabb lesz, hogy már egyre kevésbé adod önmagad, és adod ezt az ilyen fake vicces pedofil nagybácsit. Jó, a pedofilt azt kiúszhatjuk, mert az egy ilyen olyan minőségjelző, ami inkább nem járja, főleg így az Iron Age után. Nem akarok ilyeneket durogtatni, de hogy így, ja, tehát nagyon érződik, hogy be van próbálkozva nálunk. Szerintem sajtos Szecsa. Igen, Kassa Tibi meg a Tibi atya. Na, nekik tökéletesen működik. De ők mém oldalak, az más. Más kacok, elég hideg van kint, ezért úgy döntöttem, hogy a mai videóban a járókelő fognak felmelegíteni. Oda megyünk a járókelőkhöz, és megkérem őket, hogy öleljenek meg. Ha útközben tetszik nektek a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljatok be, és iratkozzatok fel a csatornára, mert lesznek még itt tartalmak, főleg itt az Etele Pláza környékén, gyerekek. Szia, nára húgy! Azért, hogy én is a környéken lakom, Noodles, és engem nem akartál felmelegíteni. Jó, hát ez... Ez mi ez a kosztolányi? Nem tudom. Vagy ez a kelemföldi pályaudvar? Nem akarok csúrizni meg semmi ilyesmi, nehogy azt hitt, hogy én csúri... Annyi, hogy fázok, nem ölelné meg, csak egy nagyon kicsit föl... De maszkot is fölveszem. Denied! Bevágtak egy ilyen... Ez ilyen mortálos volt? Vagy ez dotás? Ez dotás volt, ez a denied, ugye? Oké, hát ez... Wow, nagy szacs wow volt. Zsozé is ott streamel? Nem, Zsozé az szerintem debreceni. Már borotválkoztál? Igen, bazd meg, igen. Borotválkoztam, igen. De amúgy van egy kicsi arcőrzöttem, csak még nem nőtt vissza teljesen. Direkt. Legfontosabb helyet mindenféle... De figyelj, csütörtökre már jobb lesz. Én meg akartam mutatni.
Dota nem halott, haver. A Dota az rohadtul nem halott. Most is talán a legmagasabb számokat produkálja. Steamen. Hát olyan, mint valami hotelnek a klotyójába menni. Nagyon kemény. Nem csókolom. De Dota 2, bocs. Na. Nézzen rám. Attól még, hogy tarjáni gyerek vagyok, attól még megbízhat bennem. De ön háttal volt, hölgyem? De akkor eszik benne, ugye? Amikor mi? Beszéltünk. Ez benne van. Nem ölelnétek, meg fázok nagyon. Nem már. Szóval én azt gondolom, ó, mi újság, hogy megy az új Aston Ready, köszönöm szépen, kekszes csaj, remekül, minden, minden nagyon-nagyon fancy, flashy, szupcsi-mupcsi, az összes ilyen vicces 2010 közepéig használt tini szó, amit el lehet mondani minőségjelzőként, az illeszkedik az első két hétre, visszatértem. Tökéletesen. Full force, azt gondolom, hogy 2022-ben is itt rendet kell tenni az én szobámban. Ki kell takarítani, igen. Erre gondoltam természetesen. Minden oké. Most Nudlesen merengtem el, hogy tényleg azt gondolja Nudles, hogy már mint ugye nekem már az elején is fura volt, hogy ezzel a tartalommal sok embert megmozgatna, és aztán működött, ugye már, hogy benne volt a keresőszavakban a church meg a pöcs, de most már valahogy egyre kevésbé érzem. És ez tovább is ugyanolyan cringe, ezt felvenni is nagyon szomorú lehet, megvágni is kurva szomorú lehet, meg nézni is szomorú. A konstruktív kritikám az lenne Nudlesnek, hogy hát nem tudom. Lehet, hogy ilyen randi tippeket kéne adnod, amik rosszak. Lehet, hogy azon sokan nevetnének, és akkor az úgy működne egy darabig. De szerintem ezt érdemes elengedni. Ezt nem hiszem, hogy olyan kurva sokan fogják bámulni 2022-ben. A prank részét pedig azt meg végképp. Azt fúj. Tehát, hogy beleteheted a videó címébe, de már ez nem hiszem, hogy nagyon hívó szó lenne. Még a kisgyerekeknek se, de aztán ez csak az én véleményem lehetséges, hogy az OG core Nudless fanok azok megőrülnek ezért, és őt igazolja az élet, szuperség. Na jó, következő az DisVB oldaláról, YouTube katornájáról, a DisVB Shane unboxing. Yes, köszönöm szépen, Patrik. Jaj, mi van már itt? Itt van egy fake Chris Advice. Haha. Ha. Oké. Okay. Szóval van itt valami unboxing tutorial from Delhi. We are going to unboxing some what is that, a fucking pillow and I don't even know, but you can use my coupon code and hit the button that you know which one. Yes, and let's see what this girl is talking about. Okay, I will teach you everything else, okay? I will introduce you to everything you need. Köszöntök mindenkit a csatornámon. Nem igaz, nem bírom ezt. Welcome back to this VB. Jó, szóval nagyon érdekes. Ugye nem tudom, hogy itt mit lehet konstruktívan, majd előre nem tudom, mit lehet megegyezni. Most igazából a frame-et meg a setup-ot nézzük. Ez tök fontos, mert ugye hát ebből fog állni nagyjából az egész videó, ha jól látom, 20 perc, hogy itt ülünk ebben a szobában. Aha, igen. Valószínűleg öltözködni fogunk, de hogy kitenni így középre a videó címét, mikor elkezdődik a videó, ilyet szerintem nem olyan sokan csinálnak, szóval ez viszonylag merész. Ez nagyon ilyen avantgárd, újszerű, progresszív próbálkozás. Észre lehet venni különböző részleteket a szobában, például itt az ásványvizet, itt valami gyógyszer található, itt esetleg valami töltő, itt van egy konnektor bedugva, abban is van egy elosztó. Szóval, hogy vannak-e részletek, amikor az ember szeme el fog kalandozni a lényegről, és hát középen található. A művésznő hallgassuk. Az egy párlogtató lenne? Valószínűleg. Ja igen, ez egy elektromos cucc, csak szép ilyen fa borítása van. És nem más, mint unboxing. Hát igen, mi más lenne, mint unboxing? Mi más lenne? Én nem tudom, hogy tényleg a szponzorok azok ölnek egy ilyen unboxingért, tehát küldenek neki ruhát, hogy bontsa ki, mert ez így tényleg működik. Amit kaptam karácsonyra, az nagyot szólt. Tehát azt a Rubennek az összes nézője látta szerintem. Az égvilágon. Oké, hát nem. Tehát még annyira sem egy, mint Nudlesnek az ipar. Pedig TikTokon ez működik. Itt az a baj, hogy beszélni kell, és ez szerintem egy nagyobb kihívás. Így a szereplőnek itt a csatornán. Miért érzik úgy bánni, mint alapozó lenne rajta? Azért nézek ki úgy rajta, mert felkentem egy kis
alapozó tegnap reggel a... Mi az a csatorna, baszki, mit eszembe? A dubai csaj. Jaj, miért nem teszem, mindegy. Nem, szóval le vagyok borotválva. Vagy tudom, megborotválkoztam. Nincs hatam alapozó. Tudtam ma. Motivation my Mea. Na! Igen, Mea smink tutoriát néztem, és bepirosoztam az arcomat. Nem bazdnek, csak leégettem a fejemet lézerrel. Shintől a tegnapi nap érkezett egy nagyon nagy csomag, mint ahogy láthatják. Wow, such csomag! De érdekes! Csomag. Na jó, valami konstruktív a srácok, nagyon gyorsan írjatok, mert nekem semmi nem jut eszembe. Írjuk a stream címbe, hogy igen, megoratválkoztam? Hát... Nem. Jobb az, hogyha én mindig ismételgek, 5 percenként elmondom. Na most ott is elpofosztod magad, nem, ez rosszabb. Tényleg bementem a lézer alá. Alapozó influencert lettél. Igen, az is. Szép a függöny, na nézzük, szép, nagyon szép függöny. Igen, a garnitúra jó. Jó nagy a csomag, igen. Nehéz, kihívás! És most szintén megint van újra, igen, kuponkod, amit nagyon sokan szoktatok kérdezni, hogy Betty mikor lesz újra kuponkod, na hát most van. Betty, van kuponkod? Na legyen már, Betty! Az Garrison. Mert amúgy az e-mailben azt írták, hogy december 31, aztán beírtam a kuponkódot, és még január 6-án is lehet használni. Úgyhogy szerintem az e-mailben félreírták, és nem december... Ez nagyon profin elő van itt adva. Na nézzük akkor, hogy mi bújik ki a csomagból. Szóval nem lehet eltéveszteni. A másik nagyon-nagyon-nagyon gyakran feltett kérdés, hogy lehet-e utánvétel fizetni. Hát, sajnos ez egy rossz hír, nem lehet. Ez nagy kár. 15Q varga. 15Q2 varga. Így van. Na hát ez egy nagyon, nagyon ritka vezetéknév, szóval ezt senki nem találta volna ki. Nála a koncepció az állandó szarrang. Nála a koncepció a semmi sehogyan. Hát ez azért erős. A valami sehogyan. Tessék. Nagyon konstruktív volt, tudom. Volumot dobjak rá, bro. Nem elég ez? Igazad van, nem. Szóval nagyon egyszerű a fizetés. Na, de ugye ezt nagyon sokan felszoktátok tenni. Amúgy, hogyha valaki ezeket a részeket mind tudja, az nyugodtan pörgessen bele a videó. Vajon mit gondolhat Betty, hogy mi nézzük őt? Erről vagyok kíváncsi. Biztos nem örül neki. Biztos nem örül neki kurvára. TikTokon úgy lett 600 követem, hogy 2 hónapja nem voltam fent, és előtte sem volt posztom. Egy darab próbaként, tehát ott tényleg nem néz karriert sem. Hát persze, hogy nem. Figyelj, hogyha abszolút nincsen semmifajta ilyen önérzeted, tehát nem vagy annyira... Tehát hogyha felszínes vagy, akkor tökéletesen, hogyha külsődet el tudod fogadni, akkor TikTok bajnok lehetsz. De nem jelent nagyon semmit. Tehát ezzel nem tudsz rávenni embereket semmire. Tehát hogy az, hogy van 600 ezer követőd, akik szeretik nézni, hogy tátogsz, meg táncolsz, nem azt jelenti, hogy egyik nap azt mondja neki, na, én mostantól rakétatudós leszek, és kövessétek a rakétatudós.hu oldalamat. Nem gondolom, hogy olyan sokan át fognak oda menni. Kíváncsi vagyok egyébként. Tehát, hogy ez mifajta alkotás? Szerintem ez egy ilyen tini hóbort a TikTok is. Tehát a legtöbben ezért használják. Az nyilván van az a része, aki idősebb, és akkor neki már kialakult személyiségem, és akkor már nem csak tátog. Aztán valakik idősen is csak tátognak. Mert valószínűleg az... Egyébként biztos vagyok benne, hogy aki így megérzi a hatalmat, hogy úristen, lett 10 000 feliratkozom, vagy követőm, meg lett 100 000 feliratkozom, vagy követőm, akkor így, oh my god, micsoda hatalma van az emberiség fölött, azt nem, azt sem mégsem. Lehet azt erre kérdésre, de lesz még YouTube-on videó? Jaj már, ne legyél ilyen türelmet, lehet csak 10 hónapja nincs. Jóban nem akarlak kitartani. Hihetetlenek mutatni, az emberek. Nagyon sok olyan ember van, aki ezt nem tudja, úgyhogy ez nekik szól. Na, de akkor a Giga AirPods úgy volt, hogy odaadom Gerónak, csak elfelejtettem elvinni az előadásra, úgyhogy itt van nálam azóta is. Boljunk, emberek! Nem nagyon működik amúgy, és nem lehet feltölteni sem. Szóval, ja, szívás. Boljunk, én már nagyon izgulok, mert hú, nagyon sok jó mindent rendeltem, gyerekek. Amúgy majd lesz Insta Story, lesz TikTok videó. Nagyon kemény, nem? Valaki, aki teljesen hétköznapi, abszolút nem érdekes személyiség, számomra jó, oké, kurvára súlytalan vagyok, szóval egy átlagos személyiség rendel valamit az internetről, amik ruhák, utána azt felveszi, nem nagyon mond hozzá semmit,
ezt kitesz egy videóba, meg kiteszi képeken, és akkor ő hatalmat élvez mások felett. Vajon? De sokan példaképként tekintenek rá, mert ezt erre képes. Igen, nem tudom, múltkor felhoztam magam, amikor múltkor az a gírhes rendtergeci is elkezdte baszogatni. Hát a kurva gírhes rendtergeci. Bali! Vagy nem tudom, mi a faszom volt. Bali, én nem is baszogattalak, de köszönöm szépen a 21. hónapot. Jól vagy, haver? 21 hónapnyi gírhesség csattan. Az csattan, hallod. Az még Blackjackben is jó, az a 21. Köszönöm szépen egyébként, hogy itt vagy. De mit gondolsz erről, Bali? Tehát, hogy például ez a pukasány nyaklánc. Ez oké, okay, nem? Ideig rendben vagyunk. De hogy minden más ebben a videóban, meg talán ez a 2020-as évek, ez a TikTok, meg 10 év múlva így fogunk erre emlékezni, hogy emlékeztek arra a csajra, aki minden videóban kicsomagolta, nem tudom, a ruháit, és azt néztük ki Twitch-en, és akkor igen, és nagyjából ez fogja definiálni nekünk ezt a korszakot. Nem értékes, hasznos dolgok, hanem ilyen feledhető semmi. Ezek a semmi, a feledhető semmire fogunk emlékezni, és a feledhető semmi fogja számunkra meghatározni legalábbis az internetnek, a magyar internetnek egy ilyen jelentős részét, mert hogy így... What else? Szerbus Stranger Pirx, szerbusz! De Zsibence pontozná a juhákat, igen. Volt egy olyan Marco Rebekás kollabjuk, emlékszem. Én örülnék a 100k feliratkozónak, csak visszatér... Mr. Joe! Értelek, jó, oké, bocs. Van aki, de mit kezdenél azzal a hatalommal, Mr. Joe? Ha lenne 100 000 követőd TikTokon, vagy YouTube-on lenne 100 000 feliratkozód. De súlytalan fasz vagy. Várjál, tarcó uram. Tarcó Amvaga 9. Szóval, mit tennél azzal a hatalommal, Mr. Joe? Mit tennél? Mit csinálnál? Mit tennél máshogyan? Máshogy éreznéd magad? Tényleg, tehát, hogy mi lenne az eltérés? Szervusz Kelzorka, köszönöm szépen a második hónapot. Szervusz uram, igen. Nagyon szép bánás bélyeged van, vagy mi ez, kitűződ. Meg kéne ezeket csinálni élőben, és akkor osztogathatnám a Blahán. Nem tudjuk. Mindjárt megtudjuk, remélhetek, Mr. Joe megírja, hogy ő mit tenne. Egyébként ti is megíratjátok, hogy mit tennétek, ha lenne 100 000 követőtök. TikTokon vagy 100 000 feliratkozottok YouTube-on lehet választani. Lehet álmodni, gyerekek, merjetek álmodni. Jó lesz Insta posztol, egy csomó minden lesz a ruhákkal. Wow. Én el vagyok kábulva, hogy ennyi mindenre készülhetünk. Szervusz, Adrikán, hogy vagy? Hogyatok, nem maradtok pont. Adinak mindig van valamilyen érdekes, ilyen gossipje, vagy valamilyen furcsaság, amit elküldi Instán, és akkor ilyen sztorikból próbálom kibogarászni, hogy mit akar, és akkor így, oké, értem. Te nagyon sok mindent észrevesztek. Szerintem egy csomó ember, akik ilyen nagyik, mondjuk ilyen 70 és a, na értitek, között, azért vesznek ilyen újságokat, mint a Blick, meg a Hot, meg ezek. Várj, a Blick az nem olyan, mint a Hot? Best, meg a Hot. Tehát ilyen, meg talán a Blick is, hogy így cringe-eljenek azon, hogy mennyire nyomorék emberek vannak. Az, amit tudom, hogy nem így van. Mert egy csomó, hogy jaj, a Berke Krisztiánnak a gyereke milyen aranyos. De merem remélni, hogy egy csomó nagy az direkt. Tehát azért veszi, hogy de kínos emberek vannak ebben, és hogy röhögünk már ezeken. Mint egy vicc újságot, amiben igazából tényleg átod zég, csak kínos tartalmak vannak. Szekrény bebújása lesz ma? Kresszernek nem tudom. Nem, nincs benne videó. Kálmán válogatta a videókat ma is, de szerintem Kresszer nincs benne. De nem tudom, hogy ennek lehet örülni, vagy sem. Őszintén. Jó, hát mindegy, nem fogjuk megnézni, hogy felpróbálja az összes ruhát. Avada Kedavra. Minden esetre örüljetek annak, hogy van kuponkód. A... Micsoda? 15Q2 Varga. Na, ezt kell nyomni, gyerekek. Mi a szar ez? Ja, be vannak linkelve a cuccok. Oké. Okay. Szóval ez valami cool oldal, ahol ilyen filérekért lehet venni dolgokat? Jézus. Úristen, ne! Ezt a cookie-t soha ne akcepteljétek, mert életetek végig üldözni fog. Jó, akkor... Akkor nézzük a következő dolgot. Én előre hoztam a Harry Kettner-es videót, mert ezután már csak durvább cuccok jönnek, és ezeket végig fogjuk nézni. Ha nagyon nem bírom, akkor inkább hozok alkohol, de végig szeretném nézni. Viszkit ihatok, ne aggódjatok, tehát azt nem tiltottam le magam. Ebben láttam, hogy benne van Barney. Az indexképen is rajta van Barney. De szerintem Barney feje ezen indexképen oda van varva valahogy a testére, vagy így össze van nyomva, vagy az Nosika teste és Barney feje, vagy valami... Vagy valami baleset történt. Nem tudom megállapítani, hogy milyen baleset, de az semmiképp se egészséges, amit itt látunk. Fújjajajajajaj. Jujj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 uj
Most is meg TikTokon Timi meg Bence közös live-ja igazából semmi értelmesen nem dumálnak. Be kéne írni valami jót. Hát figyelj. Én sose gondoltam, hogy érdemes úszítani, ugye? Sose. Képzeljétek el, milyen böngészet használsz. Hát itt van a szemed előtt, bro. Hát látod, hogy milyen böngészet használok. Szóval mit akartam mondani, hogy volt egy lány, Barbie ASMR, akiről beszéltem egy YouTube videóban, amikor én ASMR videókat néztem, és akkor azokra csináltam egy YouTube videót, és akkor megharagudott rám, és volt a chillses téma, amikor a chills azt mondja, hogy ez merő szánalom, akkor ül mellette abban a streamben, és azt mondta nekem, hogy megváltozott rólam a vélemény a podcast után, podcast óta. Nem tudom, mit mondtam, de nagyon örülök neki. Látjátok, így lehet hatással lenni az emberekre, hogy valaki utál évekig, aztán van egy podcast, és akkor ott minden megváltozik. Na, ennyi. Barni, ezért kéne jönnöd a cringe baitbe. Hidd el, mindenkinek csupa jó vélemény. Nem számít, hogy nincs nyakad ezen a fotón. Már az se számít, hogy a tested az teljesen külön éltetél a fejedtől. Mindent megbocsátunk, hogyha eljössz a cringe baitbe. Ez ilyen egyszerű. Miután nem örülni annyi embernek? Mr. Joe, én nem annak örülnék, hogy mekkora szám van odaírva. Én annak örülnék, tehát hogyha Twitchen nekem lenne 100 000, mit tudom én, minek hívják? Follower van a Twitch-en, ugye? Igen. Lenne 100 000 követő. Mi a francot csinálnék ilyen? Lehetőség? Lehetőség. De az nem azt jelenti, hogy ez a 100 000 ember az mindig ott van, meg mit, az csak egy szám. Az, hogy tényleg mennyi embert érdekelsz, hogy mivel tartott fel a figyelmet, azt valahogy elérted. Hogyha azok az emberek 15 évesek, vagy 10-től 15 évesek, akkor idő után valószínűleg, hogyha nem csinálod azt a tartalmat, ami őket érdekli, vagy veled nőnek, és öregszenek, és csinálod velük azt, amit kell, vagy kiöregszenek abba a tartalmat, tehát minden ideig óráig tart. Illetve az nem jelenti azt, hogy most van ennyi követőd, akkor valaki vagy, valaki lettél. Bizonyos szintű persze felelősség, bizonyos szintű hatalom, igen, vissza lehet vele élni, lásd Iron Channel, de tehát, hogy én nem gondolom, hogy az megváltja az életedet, vagy attól valami sokkal merőben másabb lenne. Szervusz, Too Limited. Szerintem Mr. Joe arra gondol, hogy például, amikor kinézel magadnak valami dolgot, amit szeretnél venni. Szeretnél venni mondjuk egy új telefont, egy új kamerát. Elképzeled, hogy úristen, de király lenne megvenni ezt a telefont, ezt a kamerát, ezt a PlayStation-t, valamit. És elképzeled, minden hónapokig arról álmodsz, azzal kelsz, hogy de király lenne megszerezni, megvenni ezt a dolgot. Aztán egy szép napon megérkezik a küldemény, kinyitod a dobozból, és extázisban vagy, majd összehugyozod magad a boldogságtól, végre a tiéd ott van nálad. És mi történik 2 hét múlva? Már nem is olyan különleges. Olyan, mint hogyha mindig is ott lett volna, vagy mint hogyha sose lett volna olyan érdekes. Persze jó, meg minden, meg király, de hogy az az izgalom, az a fantasztikusság, az hogy elmúlik. Várod a következő nagy dolgot, várod a következő olyan bármit, ami felkelti az érdeklődésed, ami ilyen izgalmat csempész az életedbe. Szerintem a 100 000 az is ugyanolyan, mint az 50 000, meg a 10 000, meg a 100. Mérföldkő, de nem egy végcél. Na mindegy. Menjünk akkor tovább, most nagyon belemerültem ebbe az indexképbe, Barni és Harry. Én megkarultam Chillsre, mert egy csatornáról bannoltak, nem lényeg miért, majd Chillsnél nem csináltam semmi rosszat, majd lelettem bannolva, mert ugyanazok a modik, és mikor szóltam Chillsnek, akkor az volt a válasz, hogy ő nem szól be a modik munkába. Hát ez szomorú, ez kurvára felületes dolog. Chillsnek azt üzenem, hogy elnye-benye, vegyetek vissza Sunyi Vakondot, mert nagyon-nagyon kínos az, hogy valakik kis csinovnyikok bíráskodnak olyan emberek fölött, akiknek egyébként nincs is közük ahhoz, a csatornához, amiről bannolták őket, tehát hogyha Chillsnek a csatornája nem ugyanaz a csatorna, akkor valóban igazat kéne neked adni. De hát ilyen a moderátorok élete, visszaélhetnek a hatalmukkal ők is. Ez a legszomorúbb egyébként, amikor valaki ezzel a hatalmával él vissza. Sok ilyet látunk egyébként mostanában. Kelzor, nyák, Szabi est nem tisztel ma este minket, de cserében Harryt meghallgatjuk. Jaj, már Máté Reiser úr, köszönöm szépen a második hónapot, fű. Azt gondoljátok, hogy direkt borotválkoztam, hogy miattatok borotválkoztam meg. Hát nem ám. Elmentem ilyen lézeres arckezelésre, mert azt mondták, hogy na majd az megváltja a világot, de aztán nem. És azért még itt mindig vörös a fejem, de ez történt. Igen, a kis királyok világ az a moderátori világ, a alkirályoké.
De várjál, mi lett Harrynek a finnországi történetével? Come on. Egy pillanat. Én úgy emlékszem, hogy két részt láttunk, és akkor így nem lett annyira lezárva a dolog. Ennyi. Ja, várjál, még ezt a kettőt nem láttuk. Aha, volt egy horgásztunk, meg volt egy kiöntöttük a 100 fokos vizet a mínusz 18-ba. 100 fokos vizet. 100 fokos vizet, Harry. Na jó. Szerintem sokan voltatok fizika órán, és elgondolkoztatok ezen a 100 fokos vízen mit szoktak csinálni. Na semmi baj, nem volt semmi érdekes. Oké, én mindig elhiszem neked. Abszolút, megszólom a bizalmamat. Menjünk. Oké, ez a 360-as kamera, ez nem 360 kamera? Ez valami ahhoz hasonló. Sziasztok, és köszöntek titek! Olyan, ami brutál halszám optika. Szevasz, Zalamala! A mai videóban, amiben ismét taxizni fogunk. A mai taxizás abban különbözik egy picit a többitől. Miért ilyen csúnya a kép, Harry? A Samsungnak nincs jobb telefonja, vagy mi? Ez nem Samsung, és ezen semmi nem segít. És ezt 4K-ba kirendereltet, Harry. Ezt a csúnyaságot. Megint alka videó, elnézést, és nem figyelek. Köszönöm szépen, hogy szóltál. Kedves Bagoly! B! Hogy ma nem telefonon hívhattatok, vagy hívhattok, hanem kiraktam Instagramra, hogy aki ma valahova szeretne utazni, írjon nekem Instán, én pedig kisorsok pár embert, akit majd szép... Hú, ez a plot, ez megint. Out of this world. Kurva izgalmas. Baszki, adjatok már egy nyugtatót! Nem bírok magammal, mindjárt leszédülök a székről, annyira felment a pulzusom. Úristen, Harry a nézőjével fog utazni, és még Barni is benne lesz a videóban. Oh my god. Éppen előre bejegyzett időpontok alapján elviszek A-ból B-be. Azért kellett ezt így csinálni, mert Budapest... Egy jó kis A-ból B-be. Na. Jó kis A-ból B-be a Harry Teslájába. Na. Kis A-ból B-be. Írjatok rám Insta. Lájkoljatok. Mester, sajnos nem tudom tartani azt, hogy hívtok több ezeren egyszerre folyamatosan. Több ezeren egyszerre hívtok, brá. Hát a kis A-ból B-be, na. Egy valakit elviszek, de nem tudok egyszerre két valakit elvinni. Na. Én komolyan elkezdem ezt a Harryt Instán követni, annyira izgi, ugye? Ugye? Harryt nem követem, csak Banrit. Banrit követem. De majd tényleg Henryt is kéne. Hát a vicces dolgok történnek ott. És ugye folyamatosan akkora dugók vannak, hogy egyszerűen... Ja, vajon fogja valakit, hogy hány centiméter magas? Vajon lesznek ilyen kvíz kérdések, ilyen szórakoztató kvíz műsor, legim lesz? Nem tudok, megígérek valakinek valamit, hogy 10 percben ott vagyok, és nem vagyok ott, mert nem tudok ott lenni, úgyhogy Budapesten sajnos ezt az előrefoglalásos rendszert kellett most alkalmazni. Az a helyzet, hogy a mai első vendégem egy kicsit ilyen különlegesebb potyautas lesz, ugyanis... Banri! Az a helyzet, hogy valami történt az autójával, amit majd ő elmesél, és... Jaj, ne, a Mercedes-szel baj van! Ezért tényleg nincs autója, úgyhogy megkért, ha már... Nem, ez kék taxi. Úgyis taxizok ma is egész nap, akkor vegyem fel. Ez az értékes content, ami nagyon jól működik a YouTube-on. Jó, hogy van egy ilyen hangzónk, hogy ké. Különben ki se tudnánk mondani azt, hogy YouTube. Én sokkal jobban szeretem, amikor Ábel köszön nekik, mert akkor megy a tesikézés. Ábel. Látod, nélküled nem is jó nézni a Henryt. Plaza. Jó, elindítom a taxiórát. 200 000 forintnál tartunk eddig. 200 000 forintnál tartunk, pedig csak most szálltál be! Loser! Micsoda poén ez. Bekészítem a technót, mert úgy érzem, hogy kevés leszek ez. Nagyon-nagyon gyorsan. Nem igaz, nem bírom ezt! Én sem nagyon bírom, de igyekszem. Mindent megteszek. Jajó. Úgyhogy a platiszt venne a Barninál egy ilyen taxizás... Barninál lenni taxizás bánát és Bandit elvinni A-ból B-be? Szeretnéd látni? Bánnék, hogyha nem volt. Lábasztam, meg voltam masszázson, szaunáztam egyet, mondjuk lehet azok is rájátszottak. Kellene egy konstruktív kritikát most mondani. Mert? Tényleg semmi rossz, csak kérdezem, hogy mi a bajod van, vagy van baj van velük? Bajom? Hát figyelj, ez eléggé szubjektív, hogy mi az, hogy bajom van velük. Te a te szemszögedből, mivel senki nem ismer engem, nem vagytok a közeli barát, én nem tudjátok, hogy bármi, amit mondok, azt nem érdekből teszem el. Nem azért teszem, hogy zsaroljak vele bárkit, vagy hatalmat szerezzek, vagy nézettséget, vagy népszerűséget. A ti dolgotok eldönteni,
hogy elhiszitek-e, hogy én őszintén mondom-e, amit gondolok, vagy amit mondok. Hogyha azt látjátok rajtam, hogy ez a csávó, ez bazd meg, ez egy súlytalan fasz. Mond minden hülyeséget, de egyáltalán nem értek vele egyet. Hát, jó, akkor igazából nyilván. Ha így is élvezed, maradj itt. Ha viszont egyetértesz azzal, amit mondok, akkor gondolkozzon, hogy miért értesz egyet ezzel? Miért van az, hogy a mainstream videósoknak a tartalma, amiket nézünk... Te súlytalan fasz vagy. Köszönöm szépen, Pagony. Amiket nézünk, valahogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon értéktelen foshalmazok. Sokszor. Jó, és a foshalmaz nem ugyanaz, mint a szar, jó? A szart nem használjuk, azért rossz szó. Tilos használni ezt a szart. A szar az egyenlő, az rosszabb, mint a semmi. A semmi jobb, mint a szar. És reggel. Hát nekem így indul a nap, dehogy nem. Vagy ha nagyon szar, az már... Neki, mit lehet? Te vagy az első vendégem, és mindenkitől, aki ma beszáll, főleg egyetemisták fognak beszállni, meg fog kérdezni pár kérdést, és hogyha jól válaszolnak, akkor kapnak ajándékot. Milyen, nem fogsz most milyen kérdést? Hát, hogy mekkora... beraktuk bonusznak, igen, csak... Én nem értem, hogy mi ennyire cringe benne? Figyelj, a cringe ez nem egy olyan dolog, ami így van. Ez egy olyan dolog, amit érzel. Ez egy olyan dolog, hogy nézed őket, és miközben ők azt gondolják véresen komolyan, ez egy jó content lesz, közben te egyre inkább azt érted, hogy kúszik fel a hátadon azt, hogy te büdös, kínosan érzem magam. Azt a kurva, hogy gondolhatták ezt komolyan? Na, ez egy olyan fajta érzés, ami számomra ilyen mérhetetlen nagy energiával jár. Tehát feltölt engem. Igen. Kínoskodás. Tehát, hogy nem is tudom, biztos, hogy cringe az egy, igen, az a 8. érzék, vagy a 9. a cringé. Mi a francot akartam az előbb mondani? Voltatok-e már úgy? Elfejtettem. A fenébe. És nekem miért nincs ajándék? Például, hogy hány billentyű van egy zongorán? Köbben számot is mondhatom. 50 és 120 között. Jó, 90-et. Elfogadom, mert közel voltál, mert 88. Következő. Hány híd van Budapesten? Bazd meg, Harry. Na, ez nem kínos, kedves Varga Máté. Te neked ez nem kínos? Hogy ez a videó? Hogy beülnek a kocsiába és megkérdezik, hogy hány híd van Budapesten? Ez a tartalom, amit nézel? Hogy ezt nézik több tízezren, százezren Magyarországon? Hogy ez a szint, ez az, amit néznek az emberek? Nem fura, nem gondolkozol el, hogy miért? Na, számomra ez érdekes, ez a jelenség, hogy ez a trend valóban tényleg, ezek az emberek határoznák meg a közbeszédre? Ők befolyásolnák a tinike? Bármi, amit ők mondanak, az nagy súlyjal, nagy horderővel bírna. Szóval ez a lenyűgöző ebben. Ennek a tanulmányozásában. Nem több, amit csinálunk, mint egy... Nem is tudom, mint egy vadőr az erdőben. Csak nézelődünk, hogy mit csinálnak az állatok. Csak ez egy, ja, mint egy valóságsor, csak kicsit mások azért a szabályok. Miért nem azt kérdezi például, hogy láttál-e már falunpókot? Vagy például, mekkora, mi volt az? Most teljesen kihagy az agyam. Mekkora volt a, nem választóvonal, mi volt a kocsiban? Ja, mindjárt valaki fogja mondani. Milyen vonal? Hány billentyű van az orgonán? Igen, az vicces. Szintkülönbség. Bassza meg! Köszönöm szépen, ketten is, többen is írtátok. Szóval... Miért nem ezt kérdezi meg? Miért nem próbál meg valami olyasmit, ez abszurd, ami abszurd vicces? Ami nem kell gondolkozni a barinak, csak elröhög magát. Ki tudja? Lehet, hogy nem erre készültek Henryvel. Mi a találkozik Budapesten? Sok. Mi sok? Jó, ezzel begyakorlom. Igen. Rákóczi. Igen, és Lánybányosi. Jó, hát akkor 8. 7. 8! Árpád? Hát Barni sajnos nem kapott ajándékot, viszont... Ennyi? Barnit így kiírtuk ebből a részből? Hát ő volt a legfontosabb karakter, amióta létezik a Fake Taxi Henryvel. Elképesztő. Csak így kiírni egy ilyen fontos szereplőt. Na hát, Henry, jó. Melyik a következő utasomhoz? Megmutatom nektek, hogy milyen ajándékot kapnak. Ilyen kis szatyrokat vettem, és ebbe fognak ajándékokat kapni. Amiben van nekik pár darab csoki, vettem milkát, epres milkát, mert... Vettél mi? Két videóval ezelőtt meg a Milka volt a szponzor. Nem hiszem el neked, hogy vetted, Harry, jó? Nem hiszek neked. Tudti, hogy csak megmaradt még az előző projektből. Na. Meg tudod, hogy egy párszor még leírod a kedvemért? Ja, Marga Máté, írd le! Ahányszor csak kell. Amit gondolsz.
Az epres mirkát mindenki szereti. Sribitelt. Az epres mirkát mindenki szereti. Gyerekek, szavazzuk meg! Kérlek, Kámán, vagy esetleg Vivi, vagy esetleg Almost Art, vagy Too Limited, írjatok egy szavazást, ki az, aki szereti az epres mirkát, és ki az, aki nem. Nézzük meg, hogy mindenki szereti. Addig hozok egy kocka csokit. Hogy leszik, éhes vagyok. Mmm, de finom az az epres milka. Mmm. Mmm. Eddig 48-52% ellen. 50-50. Nem hiszek nektek, biztos sokkal több ember szereti. Vagy nem. Az epres milka az egyik legjobb. Kámen, ezt ugye mémből írod. Tudom, Szlovákiában nincs is milka, igaz? Szlovákiában csak Tibi csoki van, tuti. Kázor! Én nem szeretem az epres milkát. Ó, én sem. Kurvára nem szeretem az epres csokit. De a lényeg, Henry igen. Szóval, ígyunk az egészségére, mert nem nagyon bírom ezt a videót már most. Egy picit rátöltünk, hogy hátha jobb lesz a hangulat. Hú, Henry, egészségetekre. Na, ez egy kis epres milka lesz. Így a stream közepén. Bekanyarintva. Mindenkinek más csokit raktam bele, illetve benne van egy ilyen főnix madár, ami a megtunak a kabalállat. Aminek? Sribitelt, mindenkinek más csokit raktam bele, illetve benne van egy ilyen főnix madár, ami a megtunak a kabalállata. A metrónak? A metrónak van kabalállata? Ez egy Moltres? Fogalmas is, miről van szó. Úgy volt, hogy nem iszom sört, bro. Metropolitan Egyetemnek? Metropolitan Egyetem? Na, az mi az Metropolitan Egyetem? Nem az a közszolgálati egyetem? Metu. Ennek metu a rövidítése, nem metró. Úgy tűnik. Legyünk barátok. Á, nem nagyon terveztem barátnak lenni. Jézusom! Ennyi írást, mindenfélét. Jó, elhiszem. Oké. Okay. Metu nyílt napok. Aha, ez egy ponzoráció. Ó, hát ide tévedtem megint én is. Second Robin itt vagy megint. Second Robin. 15. hónap, bro. Ez majdnem 2 fencáknyi idő. Nagyon sok idő. Fudannak mi lesz a kabalája? Fudannak? Egy mici mackó. Ha! Remélem, hogy értitek a viccet. Köszönöm szépen Second Robin, és hello, és tartsd meg jó szokástod, és nagy pacsi. Hello. Úgyhogy... jó arc ez a Second Robin. Metu küldött nekem egy csomó ilyen kis kabalállatot, ezt mindenki meg berakom a kis ajándékába. Illetve nem csak, hogy ilyen kabalállatokat küldött ajándékba a Metu, hanem... De nem az volt, hogy Henry 2 nap után kibukott a BME-ről? Vagy nem tudom, hova vették föl? És aztán így el is felejtette a egyetemi dolgokat? Metun szerez a Szabó Kitti a színészi diplomát, azt hiszem. Oké, okay, jó, hát most én elnevettem magam, de nem amiatt, valami másról rögtem, amit reggel hallottam. Szerbusz Tiliensi, milyen helyzet, neked szép estén. Szerintem már egy cookie blokkolt a böngészőről, bra. Jó van már, bra, hagyjam, bra. Szia bárna, mit gondolsz az új Pokémon Pörös Dáma játékok remake-jéről? Úristen, Garrison, hát jó, hogy kérdezed, pont erről akartam streamelni 2 órát ma. Nem. Nem játszottam velük, de nem is fogok. A videót is a Metu támogatja, nagyon szépen köszönöm. Tudom, hogy ez fáj sokaknak, de ja, rendelhetnék most nagyot róla, de nem fogok, megígérem. Nekik. Az a helyzet, hogy sokan ezt nem tudjátok, de én is a Metura járok, és ha minden... Ó, Henry is a Metura jár. Ezt nem tudtuk. Ezt eddig mi nem tudtuk. És milyen szakra jársz? Média és kommunikáció? Jó, megy, akkor 2,5 év múlva már diplomás leszek, és elvégzem. Azért is váltam ezt az együttműködést, mert tényleg nagyon szeretek oda járni. Milyen durva nem, hogy az egyetem egy influencerével, aki oda jár, köt egy üzletet, hogy reklámozza az egyetemet. Bruh.
Ez kemény. Ez kemény. Future szakra jár? Erőszakra? Ha-ha-ha. Ezt a mindenit. Ja, Tini, a munka után. A munka után a legjobb. Vigyál egy kortyú vizet esetleg, vagy bármi mást. Me too. Höhö. Másik pedig az, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy elég sok fiatalban már megfordul az a gondolat, hogy nem tanul tovább. Szerintem nagyon... Te súlytalan fasz vagy. Ó, oh, historiásket, ez kicsit fájt. Ez egy picikét most szíven ütött, kedves macska. De, hol van répa a videóból? Répa nem vett részt, úgy látszik, a mai kalandban. Szegény, nagyon megrépázták Finnországba, és azóta nem jár ide. Most ez nélküle van. Most Barni volt benne. Nagyon rossz irány, mert még hogyha nem is... Reklámozom Metut, ahol csak önköltséges szakok vannak, oké. Okay. Hello, van valaki a cseten, aki gépekezés lett a tanács... Hát figyelj, itt a cseten akarsz számítógépes tanácsot kérni? Hát inkább menj, jelentkezz a Metura, és ott megtanulhatod, te is. Nem tudom mennyibe kerül, de biztos jó díl. És abban az irányba sodor az élet, amit tanulsz éppen az egyetemen, akkor is... Vagy ez most Harrynek egy ilyen edukációs szózata? Akkor ezt hallgassuk meg. Srácok, kérem figyelem, egy kis nyugalmat, egy kis figyelmet szeretnék. Cuki az ugyanaz, mint a répa káposztás pókén. Hogy nem tanul tovább. Ábel írom a legjobb, Ábel imádom. Hát legviccesebb. Szerintem nagyon-nagyon rossz irány, mert... Szóval az emberek nem tanulnak tovább. Ez egy rossz irány. Ezt mondja Harry. Harry élettapasztalata mennyi? Harry hány éves? Megnézzük hány éves Harry. Én azt mondom, hogy olyan 25. 27 max. Harry Kettner... Kora. Ő már van akkora celeb, hogy így a Google megmondja mennyibe. Mennyibe él? Tessék, most már a Metu is itt van. Traveler. Luxury Traveler. Na jó. Szóval, nem. 24 éves magyar influencer. Bro, 24. Akkor még ezt elfogadom. Harry, ezzel semmi baj nincs. Pont annyi élettapasztalat. Tök jó. Ilyenes live coaching Harry. Figyelj, ennyi idősen nem baj, hogy ezt gondolja valaki. Nekem most ez, amit mond, ez kicsit ilyen máltai lányokos egyébként. Utána esetleg elmondom, mit én gondolok erről. Még hogyha nem is abban az irányba sodor az élet, amit tanulsz éppen az egyetemen, akkor is higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sok extrát ad, hogyha van egy papírod, van egy diplomád, úgyhogy... Baszik. Ennyire felületesen bután elmondani valamit. Ennyit. Baszik, szerinted hány olyan fajék ember lehet, aki így ennyiből, ja, tényleg, hát akkor járok egyetemről, mert ez nagyon motiváló volt. Nem 24, hanem 27. Nem akarok ezen fennakadni, mindegy. Jean Metul, február 15-ig jelentkezhettünk, tök szuper, ugye? Várjam, megvárom még, hát ha van valami még a végén. Van-e, vesz egy papírod, ami tök jó lesz? Amúgy, mindjárt elmondom, na. Ezzel a videóval egy picit fel is szeretném hívni a figyelmeteket arra, hogy ha tovább tanulás előtt vagytok, akkor ne gondolkozzatok rajta, hanem legyen ez egy cél, egy reális cél, hogy te tovább szeretnél tanulni. Hihetetlen okos ez a Harry, nem? Miért bölcsember? Nem csak, hogy sármos, és elképesztően izmos, és szép, és valószínűleg jó szájszaga is van, de még elképesztően kibaszottul okos is. Olyan bölcs dolgokat tud mondani, amik így megroppantják az agy tekerőményét, hogy faszom, nekem is egyetemre kéne most már járni. Oh, fuck, mit gondoltam eddig? Jézus! Aztán így mindenkinek a fejében így eljön egy ilyen kis pisebb gondolat, icipici, hogy but, de én már mesterképzésen is voltam, akkor mi mondja ezt nekem a Harry? Ja, hogy engem most influencelni próbál, mert azt gondolja, hogy én 18 éves vagyok, az egyetem előtt állok. De ez engem most nagyon kéne, hogy motiváljon, nem? Így, most, január 11-én. Leginkább most! Menj egyetemre! Tanulj tovább a Metun! Vagy Mitun? Metun? Tehát tovább tanulsz, egy dolgot biztosra lehetsz, tovább baszhatod a rezet. Mert ugye hát dolgozni nem kell. Ez oké, okay, általában a legtöbb szülő elfogadja, hogy az ember. Amikor iskolába jár, akkor nem kell dolgoznia. Van, aki nem ilyen szerencsés, van, aki végignyomja úgyis a melót. Igen, az nem olyan jó. De Harry cserében most itt elmondhatja, hogy ő... Én egyetemista vagyok, bra. Még két évig. Egyetemre. Tételeket kell tanulnom, meg ilyen... ZH-im vannak, meg vizsgák. Fú, vizsgák, nagyon para lesz. Jelentkezek új egyetemre, lehet, hogy azt kéne, igen. Elmegyek megint Tajvarra, megcsinálom még egyszer a mesterképzést. Na szóval,
Real talk, oké? Okay? Szóval, hogy egyetem meg ilyen dolgok. Én, az én véleményem, tényleg. Honestly, guys. Az egyetem humán szakokról annyit tudok mondani, én reál szakra nem jártam, hogy szerintem egy dologra jó, tudsz kapcsolatokat építeni, hogyha vagy elég értelmes, meg szociális. Hogyha nem vagy szociális, meg nem vagy olyan érzelmileg értelmes, hogy képes legyél kapcsolatokat építeni, akkor a humán szak az nagyjából tudásügyileg semmire nem lesz jó, mert könyvekből tanulhatod, hogy mondjuk hogy működik a social media marketing, ami az interneten történik. Megtanultad könyvekből, vagy fókuszcsoport beszélgetésekből, vagy csoportmunkákból. Lehetséges, hogy amit én tanultam, nem tudom, 5 év alatt összesen, abban nem rejtettek el sok tudást, de szerintem ez így viszonylag normális egyetemekre jártam, és én sem úgy éreztem, hogy ez nekem sokat adna. Minden, amit én magamra szedtem, az azért volt, mert így érdekelt, leültem, és így megtanultam az internetről. Mindent. 99%-át a dolgoknak. A többi az meg nyilván érzelmi intelligencia, van-e affinitásod, van-e olyan érzéked az emberi pszichológiájához, hogy meg tudsz tanulni egy folyamatot, hogy működjön, mit tudom én, egy bizonyos akármi. A reál szakokon ott viszont tényleg jó az egyetem, mert nem csak az, hogy beléd verik, ott nagyon durván kényszerhelyen. Szóval igen, pontosan ezt az úszítást láttam, hogy egyáltalán nem konstruktív az a kritika, hanem ez egy merőszándék. Nem konstruktív. Érzelmiteket lehet fejleszteni, mindent lehet fejleszteni. Ha pálcuk ember tudsz rajzolni, akkor is egy múlva... Nem Robert! Igen, de hogyha előtted van Teslád, mielőtt elvégezted van az életemet, az gyanús, nem? Gyanús, hogy neked nem sok között van ahhoz az akvizícióhoz. Szerint az almost art! Mi a téma? Menjünk tovább. Tudjátok, mivel jártam egyetemre? Busszal. És nem szégyellem! Vagy kéne? Lehet, hogy kéne. Ez mindig nehéz, mert... Olyan? Mert csak nem tudom, hogy néz ki, akit felveszek. What? Nem tudod, hogy néz ki, akit felveszek? Pedig az instájkat meg tudod nézni. Igen, nem tudom, a múltkor felbasztam magam, amikor a múltkor az a gírhes rendtergeci is elkezdte baszogatni Balázs, tudod, hogy nem tudom, Pisti. Tagad, vagy nem tudom, hogy jaj, már Pistikém. Históriás macska is itt van. Még mindig itt van. Elnézést a késésért. Jó, semmi baj. Hány éves vagy amúgy? Pont jó leszek, Harry, hidd el. Nem maradtam le Varga Bettinál, de lemaradtál. Köszönöm szépen a 13. hónapos Prime Subot, kérdés Almost Art. Lemaradtál, igen, megnéztük. Megnéztük a videónak mind a 1 percét. Talán másfelet néztünk belőle. De nagyon sok okosságot mondtam, rengeteg konstruktív kritikát. Most éppen a Harryt nézzük, és nem sok konstruktív jut eszembe. 23 vagyok. No, 23. I see that. Smink nélkül 23. Ez a kedvencem. Na jó, Jézusom, ez a srác busszal jár egyetemre, és mi őt nézzük, ez a baj. Látod? Ilyen súlytalanságok vannak a világon. Köszönöm szépen, Kelzor a tippet. Várom, akkor egyetemre jársz. Igen, hát most fogok végezni. Sőt, igazából januárban fogok. Na, Harry meg most kezdte el. Na, akkor Harry a gólyarcsaj, meg a végzős. Na, tetszik ez a szereposztás, Harry? Nem erre számítottál, mi? Öcsi bogyó. Hát már január végén azt mondtam, hogy már végeztem. És milyen szakom vagy? Gazdálkodás és menedzsment. Te súlytalan fasz. Hát persze, ez is hozzátartozik dorkas a dolgokhoz. És ha jól láttam, akkor szeret zenélni? Aha. Ott volt zong. Nem tudja, hogy néz ki, de azt tudja, hogy szeret zenélni. Azért átpörgette azt a feedet a Harry. Akkor a gitár. Igen, ez a metal? De ott van, hogy metal zene. Ja, hát igen, azt szeretem. És így rád néznék, akkor nem jönne át, hogy hú, ő imádja a metalt. Hogy... Mindenki ezt mondja. Lesz. Mindenki azt mondja rólam, hogy te biztosan nem Nightwish rajongó vagy. Én meg pont azt mondom, hogy te tutira Akelát hallgatsz. Én biztos ezt mondom. Hát 3-4 kérdésem, amire ha mondjuk 2-re jól válaszolsz, akkor adok egy kis ajándékot. Ez annyira kringé nekem. Ez az adok egy kis ajándékot. Mert jól válaszolsz arra, hogy hány híd van Budapesten. Adok ajándékot. Nem tudom, én nem. Nekem ez ilyen... Szóval ez vajon... Ez egy aranyos... Lehet, hogy valaki mondta Harrynek, hogy tegyen bele egy ilyesmit. Vagy a szponzort meg kellett mutatni,
ugye a Főnix madarat, és amiatt kellett ajándékot belecsempészni? Lehetséges, hogy ennek a kombináció lesz a megoldás, srácok. Egyszer te is kérhetnéd, hogy eltaxizhasson. Egyszer is csinálok egy ilyet, jó? Mindenképpen. Ez fog berobbanni a magyar YouTube-ra újra. Nézzél, mert taxiztam. Én azt fogom vinni 24 óráig, jó? Én nagyon durván ki fogom maxolni. Viszont még térjünk vissza az egyetemhez egy picit. Azt tudod-e már, hogy mi akarsz lenni, hogyha így nagy leszel? A nagy leszel. Nagy leszel. Érted, csajte? Érted? Úristen, very big ez! Ez az interjú, Harry. Kérdezz tovább. Nem szeretem. Ezt senki nem szereti. Ezt senki nem szereti. Igen. A közgazdaság tudományon belül a marketing az, ami talán picit jobban érdekel, úgyhogy... Remek marketinges leszel. Jöhetsz is. Én veszek fel marketinget. Gyere hozzánk. Jó lesz. Esetleg ebben a területben tudom magam elképzelni. Hát a hablancs, aki azt hiszi, nyilván az a baj is van. Nem gondolod? Hagyjál már túlimited, mi leszel te? Mi? Fasz a lakadalomban. Nehogy izé. Pornyós. Ugyan már. Jó. De még nem tudom. Emlékszem mondjuk a középsulis időszakra, hogy miben különbözik az egyetemi lét a középsulis léthez képest? A társaság, mennyire ja. Nehéz. Jézusom, de kínos. Nagyon kínos, Harry. Nem érzem a természetességet. Nagyon-nagyon erőltetett, izzadságszagú. Ahogy az kell, ahogy az kell. Nem is baj. Nyilván én csak egy súlytalankodó senki vagyok. Ennek tökre ültök ti is szerintem. Úgy gondolom, hogy megérett az este következő lépésre. Egy kicsit tomboljuk ki magunkat még amíg tart az interjú. Hát ugye a gimiben nagyon ugyanazzal a társasággal vagy. És akkor viszont nálunk nem úgy van, hogy ugyanazok az emberek vagyunk. Na, ha velem jönne valaki taxizni, ez lenne a show. Semmi más. Be kéne ülni, megkérdezném, hogy hány éves vagy? Micsoda, nem hallom! Hány éves vagy? Nem hallom! Úristen, hány éves vagy, nem hallom! Na gyerünk, bro! Hangosíts fel azt a zenét, Harry, hadd halljuk! Gyerünk! Ilyen kis gusztán, ilyen kis finoman. Pakolj fel! Nagyon rég ez a dal. Kint mennénk, így. Körúton végig hasítanánk Harryvel, ketten, az éjszakában. Nem lenne rossz azért. Nem lenne beszélgetés, meg kérdések, meg ajándék. Semmi ilyesmi. Csak zaklatolás. Menne a techno. 1000-rel. 500-rel. 500 000-rel. Mekkora az a kabát, bro? Pakolj fel! Na gyerünk, Irvigo, tegyük rá a második fokozatot! Ez az autópálya! Tegyük vissza, 4-esbe! Jól van, Harry. A végére megtanulod, hogy kell ez. Jó ez a whisky. Segít hidratálódni. Príva kis autózás ez! Ó,
hát figyelj! Legendás. Tehát amikor, várj, most Harryt egy kicsit megállítom. Aki velem utazgat, az tudja, hogy mindig így szoktam autózni, hogy beülök, kitekerem maxra a hangerőt, lehúzom az összes ablakot, kinyitom a csomagtartót, azt egy gumipókkal kifeszítem, hogy ne repüljön el, és üvölt a hardstyle. Így szoktam vezetni. Akkor egy kicsit rosszabb, amikor meg kell állni a villamos megállva, mert úgy mindenki néz, de amúgy tök jó. Tehát vállalható lenne szerintem. Egyértelmű. Na. Jó, hát nem tudom, mi fog történni. Vajon kapnak ajándékot? Mi? Sok. Hát ez 5 ujjadat le kell tenned, az azt jelenti, hogy eleve már van 20. Jaj, ez a hány billentyű van egy zongorán? Kérdésre a válasz? Mire maradtál le? A 700-at nem érdemes ezt mindig megkérdezni. Te is tudod, hogy semmiről. Jó, oké. Harry, elraktunk téged egy legközelebbi pillanatra. Ábel, na ez egy teljes, szuper 4K felvontású, nagyon sharp indexkép. Ábel, ez az indexkép, ez tök jó lett. Látszik a fogazatod. Minden látszik. Még meg van tükrözve. Meg a hajad nagyon rosszul van kivágva itt. De egyébként minden nagyon konstruktívan tettél. Köszönjük akkor. Szóval 26. a felkapott. Azt figyeld! Hogy feljött a srác? Avada Kedavra. Hogy feljött a srác 26. a felkapottak között? Szétvertem a péniszem, és újraépítettem. Jó. Hát én azt gondolom, hogy ez érdekes lehet. DIY Ábel, ugye ezt tudjuk, hogy ez mindig nagyon-nagyon incsiklandozó, lehetnek benne érdekes pillanatok, és hát szavazzuk meg Ábelnek előre azt a bizalmat, hogy sok bobsziás kínálat. Nem igaz, nem bírom ezt! Na, here we go! Sziasztok mindannyian! Mivel ez az év első videója, először is nagyon boldog. Manusz, ne sírass meg! Lokalist, egy év! Ho-ho-ho! 12. hónap, bra! Very cool vagy! Köszönöm szépen, Lokalist! Olyan durva, hogy ezek a nevek már így benne vannak a fejemben. Éjszaka, amikor imádkozom a trió istenekhez, akkor mindig el szoktam sorolni az összes szubomat. Igen. Amúgy nem. Új évet szeretnék mindannyit. De köszönöm szépen! Tartsd meg jó szokásod! Na várj, van egy szavazás, mindjárt szavaznom kell. Szavazzuk meg a bizalmat Ábelnek, persze, hogy megszavazzuk. Azonnal. Kívánni. Köszönöm szépen, hogyha esetleg ebben az évben is velem tartotok, és nézitek folyamatosan a videóimat. Olyan cuki vagy, Ábel, Istenem, de kínos. Köszönöm szépen, hogyha ebben az évben is velem tartotok, és nézitek a videót. Ebben semmi rossz nincs, csak valahogy nekem nagyon vicces. Hogy megköszönöd előre, hogy nézni fogják a videóidat. Nem azon múlik majd, hogy milyen videókat csinálsz, hogy az emberek akarják nézni, vagy sem. Vagy ez úgy gondolt, hogy valaki így az év elején elkölt. Na én idén török Ábel fogok nézni. Megtolom a török Ábel nézettségét. Fel fogom cloutolni a csávot, hogy ő legyen a felkapottak között. Nem a 26., nem a 24., hanem az első. Na, tehát ez az év első videója, viszont picit korábban kezdődött el ennek a videónak a felvétele, mint a 2022-es év, és pontosan ezért vissza is kalauzolnának titeket 2021-ben még gyorsan, pontosabban 2021. november 30-ához, amikor is eldöntöttem, hogy felújítom a nappalimat. Metal üvöltés, azt én adtam hozzá, nyugi. Nem a gépetekkel van baj. Kávé. Valaki adjon egy kávé. Megszavaztuk az Ábelnek a bizalmat. Most egy kicsit nagyon felállt. Nagyon-nagyon felállt. Bár megkült egy pohár viszkitől természetesen. Így szokott történni. Ha egy pohárat ittam volna meg, az fine, ez csak egy 2 cent volt. Fú, látjátok, hogy milyen színekben pompázik, ahogy tekeredik össze a barna ezzel a gyönyörű beige színnel. Na, ilyen az igazi kávé. A jó kis rotyogós, kotyogós. Ez nem az amúgy gondol, ez nem a kotyogós, ez a gépi kávé. Moccacinato. El is felejtettem a presszó ízét, hiszen... Ja, presszinátó. ...enként csak ilyen hosszú kávékat ittam Kanadában. Ez nagyon hiányzott, ez az espresszó.
insert kávé slurping noises. Hangos a videó? Értettem, uram. És tudjátok még mi hiányzik? Nekem, ebből a lakásból. Valami váratlant mondja rá, mert nagyon-nagyon felkészítettél minket. Mi hiányzik? Ebből a nappaliból. Na ebben a bobsz jár. Fény. A fény. A fény. És ez a kiinduló pontja ennek a mai videónak, ugyanis most egész jó a fényviszony itthon, de tud ez nagyon rossz lenni. Ebben a lakásban lakom immáron 3 éve, és igazából ez egy, a családhoz tartozik ez a lakás. Igazából nem albérlet. Nekünk van egy lakásunk. Nekem van egy lakásom, amit a családhoz kell tartoztatni. Hát, ez szupi. Jó neked, Ávi. Úgyhogy szerencsém van, mert azt csinálhatok, amit akarok. És ezt kérdeztétek a konyha felújításnál is, hogy nem szólt-e bele az a főbérlő, hogy mit csinálok a konyhában. Nem szólt bele. Én vagyok a főbérlő, bro. Nem, ez saját lakása. Úgy veszük, nem az én lakásom, hanem a családhoz tartozik a lakás. De hogy ezt érdemes tudni ahhoz, hogy tudjátok, hogy miért merek ennyire belevágni dolgokba, legalábbis ilyen felújítós dolgokba. Az a lényeg, hogy 3 éve lakom itt, és egyszerűen már az első évnél észrevettem azt, hogy minden télen elérkezik egy ilyen évszakos depresszió, vagy ilyen szürke. Jaj, ez olyan, mint minden Rio videó, nem? Ugyanilyen fényviszonyok, ugyanilyen kapuszim, ugyanez a fej. Ez egy Rio videónak az intrója. Vin Diesel lakása. Hát azt nem tudom, hogy néz ki. Kesség, és így a hangulatom teljesen lefokozódik azáltal, hogy... Rossz hangulat. Rossz idő van kín. Akkor venni fog egy reflektort? Meg felkelek 4K-s reggel, és 3 hónapon keresztül nem jön be fény a lakásba. Most egész jó a helyzet, mert kint süt a nap, de csak hogy lássatok, hogy miről van szó, kint... Figyelj, szerintem Ábel rajtad kívül mindenki ugyanezt éli meg. Hidd el, bro. Hidd el. Itt van egy tűzfal szembe velem, hogy... Ja, hát ez igen, ez valóban kellemetlen. Akkor mégsem mindenki éli ezt meg. Ez jóval, ez hátrányos helyzetű vagy. De ide, nekem például nincs tűzfal egyik oldalon se, és még így is szörnyű. Még így is nagyon depressziós, és olyan nehéz ilyenkor fölkelni reggel, hogy jaj, most mit csináljak ma? Hát, semmit. És akkor úgy kelek fel, hogy nem kelek fel. Nem, sajnos nincs ilyen választásom, nincs ilyen opcióm. Dolgozni kell. Meg kell küzdeni a kenyérén meg a vízén. Igazából nem egy szép látvány, sőt, egy undorító látvány. És ez a tűzfal nem is fehér színű, hanem egy ilyen fos színű, már bocsánat. Nem fos színű, csak le van mála. Ilyen bézses, valami egy-két gletfolttal, vakolattal. És igazából ennek a falnak köszönhetem a fény nagy részét. Na most, hogyha valamennyire szürkeség van kint, akkor ez a fal eleve már semmit nem nyom vissza felém. És igazából azáltal, hogy én a 3. lakom, talán még mindig jobb a helyzet, mint az alsóbb lakásoknak, de egy belső udvarra néz ez a lakás, és nincs elég fényem. Most ez tényleg nem egy jó nap, hogy ezt felvegyem, mert pont van elég fény, és pont nem ez a depresszív fény van, de amikor 3 hónapig úgy kelek fel itt, hogy igenis olyan fény van este. Na jó, ezt nem várjuk végig, mert már nagyon sokat hallgattunk téged, Ábe. Kezdődjön el az a bizonyos videó. És tehát, hogy... Jaj, ki van ott? Na, ki van ott? A kis nagy főnök is itt van. Ehelyett a szekrény helyett már más szekrény lesz, és hát ez erről a sarokról meg ne is beszéljünk. Ez az a DIY szekrény, amit én csináltam magamnak. Bizony a bobsziás. Ez visszakerül a fürdőszobába, csak közben itt volt egy boiler csele, mert elromlott, és igazából innen ki kellett szedni. Ez az öltöző cucc meg tényleg elkerül úgy, ahogy van. Én kapogtam. Jaj, azt hittétek, hogy valaki bejött a szobába? Nem. Ezzel gondolkozom, hogy... Mit tudnék mondani konstruktívan ez a videóhoz? Nem tudom. Valamiért ez most... A Barinak a videója, amikor felütötte a szobáját... Ups, véletlenül megnyomtam a nullást a numlockon, véletlen volt. Az elég érdekfeszítő volt ehhez képest. Itt úgy érzem, hogy nagyon sok a manír, kurva sok a körítés, és nagyon kevés az akció. Apróságokat meg fog javítani, megcsinálgat. Újtás, mert sose olyan könnyű, mint aminek gondolja az ember. És ezt megmutatja nekünk. És ez 26-a felkapottak között. Hogy? Miért? Szétverted a lakást? Ez a szétverted a lakást? Hát már nagyon régóta vártak magukra.
Begletteltél párjukat? Na jó, ezt nem akarom elhinni. Ez a clickbaitnek a ne továbbja Ábel. Ha megnézitek ott fent... Ez alapján azt gondolnám, hogy egy izével, egy sledgehammerrel szétbasztad az összes elválasztást, és mindent újra falasztál. Várj, itt ennyi? Nem bírom ezt! Én sem bírom ezt. Hát le van már kapcsolva egy jó ideje, de még pluszba a villanyórát is lekapcsoltam, úgyhogy elég semmi áram nincs bennük. Ha valamiért hozzáérnék, akkor sincs baj. Elég rozog a létrám, és akkor így az ütöm, és akkor így haladunk előre. Még ez le nem kerül. Ez, ahogy látom, egybe le fog esni. Ez talán könnyebben menni, mint gondoltam. Ez gipsznek tűnik, nem? Vagy az rendes izék? Tóbiás? Nincs itt, jó? Az igen! Én azért megfogtam volna, mielőtt lekúródik, hogy ne kelljen takarítanom, vagy ilyesmi. Vagy mondjuk ne karcolja fel ezt a lemezt, falemezt. Aha, ezt mondjuk lehet levettem volna kézzel. Nem tudom. És akkor megspóroltam volna ezt a koszt. Mit csapkod a szegeket? És ott is van az egyenes plafonunk, amiben már majd fel tudjuk csavarozni a csillárt. Már csak egy ilyen kampót kell kiszedni, úgyhogy kérdés... Wow, oké. Okay. Ott le is jött így igazából maga a glett, ledobta maga... DIY-ával. Ezt az egész szobát, úgyhogy örülök, hogy nem kellett még venni. Úgyhogy következik a pakolás. Ami annyiból áll, hogy leszedem a fóliákat, leszedem a maszkoló ragasztószal... Baszki, ennyi időm lenne, de király lenne. Ezt ki kéne vennem egy hét szabít, hogy ilyesmiket csináljuk. Látjátok, erre jó, hogyha egyetemre ragod, és igaz... Exkluzításban a videó, nagyon le vagy maradva, haver, nagyon... De kitakarítom gyorsan a szobát. Most gyorsan összefoglalom, mert mindig megkérdezi valaki minden adásban. Hát nem jött létre a dolog, nem jött létre a tranzakció, mert 10.000 forintért nem voltak hajlandóak a bandi nevét beletenni. Visszakértük a pénzt. Ezzel fogjuk zárni ezt a videót, mint a... Mi nap ezt csinálod? Az jó, csak te gondolom megélsz belőle, ő meg nem, tehát ő saját magát. Mondtam, a kövő videóban lesz a lakberendezés része, érkeznek majd a bútorok. Föld is tele volt fóliázva a kanapé, és az biztos, hogy a kanapéról szedem le a legvégén a fóliát. Úgyhogy pakoljuk össze a többi cuccot, felsöprünk, felmosunk, kidobunk minden időt. Én nem tudom, hogy ez hogy jutott be a trendingbe, hogyha számít, hogy én nem tudom. Hát... Pálnak tanácsot, boldog új évet. Ennek a kedvenc videóim. Van, akit ez megnyugtat, én ezt tökre megértem. Semmi bajom nincs ezzel a videóval. Max az, hogy Ábel nem tökéletes technikával dolgozott. Hogy érdekel engem, személy szerint nem. De biztos van, akit ez tökre leköt. Szóval ebben nagyon-nagyon sok cringe pillanatot nem igazán vettem észre. Én így, ennyiből. Nem volt kedvem végignézni, mert szerintem unalmas. Nem ő csinálta a barátnőjének, az apukája hozta rendbe a károkat? Mire gondolsz? Mire gondolsz? Nem tudom. Minden esetre van itt egy ilyen. A Jó Trió podcaston megjelent január 8-án egy ilyen tartalom, amiben ők válaszolnak kérdésekre, amiket szerintem saját maguknak tettek fel. Tetszik, hogy én mindig K-val, meg S-szel szoktam leírni az, hogy podcast. Nekem jobban tetszik magyarosan leírva. Na mindegy. Évelén úgy döntöttünk, hogy megkérünk valakit, hogy tegyen fel nekünk kérdést. Aha, valakit. Lehet, hogy akkor ez a By Alex volt. Kérdéseket a podcastünkkel kapcsolatban. Nem tudtuk előre, mik lesznek a kérdések. Ez fontos leírni, hogy ők nem tudták. Ez vajon miért fontos kikötni? Ez miért egy ilyen mérvadó kitétel? Nem tudtuk előre, mik lesznek a kérdések, és külön-külön hívtak be minket megválaszolni őket. Szerettük volna, ha mindenki el tudja mondani, hogy mi jár a fejében, anélkül, hogy a másik kettő befolyásolná őt. Rendben! Nézzük, vágjunk bele! Tök izgalmas! Jéj! Tegnap tészük Bandival! Jéj! Hát akkor én megint megnézem most itt. Itten, tottan. Titro. Ja, itt most nem az, hogy várni kell. Na nem, itt van Henry. Itt már láttam. Na. Nehéz, mert megbesz... Who is the boss? Jaj, ne.
nehéz, mert megbeszéltük a podcast elején, hogy mindenki egyenrangú lesz a podcastbe, tehát nem lesz a, nem játsszuk azt mindig a Balázséknál, hogy van egy Balázs, meg van mellett a Jani, meg a Feri. Nem tudom, az túlzás, hogy azért nem a Barni a főnök, de a Barni az, aki mondjuk... Barni az, akire lehet számítani. Hát, mindig kell egy ember, akire lehet számítani. Na. Össze tudja rántani a Ábel komolyságát, és akkor néha mondjuk, ha én a point... Partnerci, most oké, felteszik a kérdéseket a rendben. Rendben, valaki felteszik. Nem az számít. Az a furó, hogy ezt így leírják, hogy ezt így higgyük el, hogy ez egy ilyen körülmények között zajlott le, mert hogy ezt akarják elhitetni. De nem tudjuk ellenőrizni az igazság tartalmát, és nem tudom, hogy számít, hogy egyetlen kiírják. Én ezt gondolom. Tehát nem teszik ki azt a disclaimert az elején. Én nem fogok más gondolni ettől, de lehet, hogy valakit ez befolyásol. Túlviszem. Oké, a főnök szerintem a Barni, mert eleve ő indította a csatornát, annak, amikor így össze kellett így pofozni minket, akkor ő mondta, hogy ez egy ilyen jó ötlet lenne, és szerintem azóta is ő csinálja a legtöbb dolgot. Intrókat általában ő csinálta tavaly is, amikor új season indult, akkor azt ő csinálta meg. Season. Tetszik ez a szó, hogy season. Ízlelgetni fogom. Ő animálta le. Zenéket season. Ő intézi, hogyha season ilyen intróz kezdene. Tehát az ilyen nagy vonalakban a mondhatni főnök az a Barni, de nem szeretjük ezt kimondani. Mert mindig azt próbáljuk hangsúlyozni, hogy mindenki ugyanannyi részt vesz ki a dologból, ami egyébként szerintem nem feltétlenül igaz. Szerintem főnök nincs. Szerintem az a baj, hogy mindhármunknak túl nagy az egója, van akinek kicsit nagyobb. Felhoz, hogy Balázsikhoz hasonlítja magukat. Hát lehet, hogy aspiránsok, tehát hogy arra szeretnének hasonlítani. Harry nyilván már ott tart fejben. Halka videó, maximumra van tekerve. A legtájékozottabb szerintem Ábel. Mi Harryvel ilyen kb. Egyforma szinten lehetünk. Szerintem Ábel a legtájékozottabb. A legtájékozottabb, hát ez meg mindig témától függ. Ha utazásról van szó, akkor általában Henryt vagy Barnit mondanám. Ha valamennyire tudományosabb téma, akkor magamat mondanám. Szerintem én vagyok a legviccesebb. Ez... Látod, ezen tudok röhögni. Ha valaki ennyire pojáca, hogy ezt mondja, ez vicces tud lenni. Azt, hogy ezt válaszol, amúgy nem gondolom, hogy ő vicces lenne, úgy unblock, mert szerintem számomra nem az, nem feltétlenül érdekel ez senkit, bárkit, de azt, hogy azt mondja, hogy hát nyilván én vagyok a legviccesebb. Lehet egyébként, hogy ezt így kicsit eltúlozná, akkor jobban, akkor most tényleg jobban nevet. Most elgondolkoztam, hogy miért lenne az vicces, hogy Harry most ezt így halálkomolyan belemondta. Most egy kicsit ügyelfogyottan is nézi a kamerába. Várjuk ki a végét. De ez lehet, hogy ez kicsit egoista, de néha túl vicces is, mert szoktam kapni, hogy rohadjak meg, kicsit maradjak csöndbe. Szerintem Harry hiszi magát a legviccesebb. Tessék, Ábel a legjobb arc. Ábel, 10/10 vagy, haver. Éj, jó! Ábel, check! Van, Harry beszél a legtöbbet, ezáltal lehetne ő a legviccesebb, de szerintem mindhármunknak egy külön... Van egy közös humor érzékünk, meg egy külön-külön. Nem... Közös humor érzék, meg egy külön-külön. Na ezt nem ér, ezt nagyon nem látom én bele. De Barni belülről biztos mást érzékel. Biztos. Választanék külön viccesebbet. A Harrynek sokszor jó beszólásai vannak, de szerintem úgy összességében a hármunk viccessége adódik össze, és szerintem... A hármunk viccessége összeadódik, és ebből ilyen viccesség fekete lyuk alakul, ami beszippatja az emberek agyát, és mindenki csak hahotázik. Valószínűleg ez történik, ja. Úristen. Nem tudom, szerintem a kérdések kínosabbak, mint a válaszok. A kérdésekben benne van az, hogy nem tudnak olyasmit válaszolni, ami ne legyen kibaszottú kellemetlen. Nekizágban is így külső szemlélőként nézve, hogy... Fenet, ugye lehet, hogy ti azt mondjátok, hogy hát ez nem kínos. Ez tök menő. Mi valaki azt gondolja, hogy vicces. Nem tudom. Lehet, hogy én szerényebb, súlytalan vagyok. Szerintem azáltal lesz érdekes a műsor, hogy a hármunk humora összeadódik, és nincs az, hogy... Mert hogyha egyet... Ábe, mitől különb a ti hármatok humora, mint bárki más három ember humora? Hogyha csak azt mondod, hogy összeadódik, attól lesz valamilyen. Nyilván ez is szubjektív, minden ilyen megítélés szubjektív. Köbb viccesség, a három viccesség egyszerre. Nem tudom, miről beszélnek. Szerintem ez a... Meg akarom magyarázni, vagy válaszolni akarok úgy a kérdésre, hogy valójában senki sem értek meg. Mert nem mondom el a véleményem. Egy ember mond valami poénosat, és a másik kettő nem röhög rajta, akkor az egy szar poén. Wow. Ábel a legravaszabb. Mit köszönhetsz a podcastnek? Na. Mit köszönhetek? Hát az, hogy napi egy órát, amikor forgatunk, dugóban állhatok, azt nagyon szeretem. Hát szerintem egy új kaput köszönhetek, vagy egy új utat köszönhetek neki, mert
ugye ott van, mindannyian vlogolgatunk, meg vicces videót csinálunk, meg nem vicceset, meg cringe videót csinálunk néha. Szeretem, amikor mások is használják a cringe szót. Olyan, mint a season. Season. Cringe. Harry, lehet, hogy ezt az egy szót ki fogom vágni, és ez lesz az ébresztő. Cringe videót csinálunk. A cringe videó. Néha. Viszont itt ez a trió, ez egy picit átment egy komolyabb szintre, átvitte így a kis hármasunkat egy komolyabb szintre. Szerintem a nézők, akik valahogy ismertek minket a saját videóinkból, most megismerhettek egy másik szemszögből is, egy kicsit közvetlenebb szemszögből. Ez így igaz, határozottan egyetértek, mivel ezekben a videóban általában magánéleti dolgokat hoztok fel, saját tapasztalatokat, ilyesmi. Hoppá, ezt nem egy F1-et nyomtam, hogy valami ilyesmit. És ez így van, tehát ezt aláírom. Egy triót már meghallgattam. A legnézettebbet valamilyen szűzesség elvesztése, meg ilyesmiről van benne, szóval gyerekkori szerelmek. Illetve, amint ahogy mondtam, új kapukat is tud. Hát ez ilyen nyugodt marad, engem feszít az ideg tőlük. Mondjuk fixen nem vagyok a célközönség, 30 éves nő. Figyelj, hát 30 év fölött szerintem nagyon rég túl vagy azon, hogy ilyeneket néz. Én azért nézem, elmondom neked kérdés, Lukács, Claudia, vagy mindenkinek nagyon szívesen, hogy én azért nézem ezeket a tartalmakat, mert én szeretnék képbe maradni. Én marketinges vagyok, tehát hogy én abból élek meg, hogy képbe vagyok azzal, hogy mik nem Magyarországon természetesen, vagy nem természetesen, hanem nem Magyarországon, de attól még legalább egy piacot érdemes követni, hogy lássam, hogy mi hogyan alakul, mi éppen népszerű. Ez a YouTube meg egy ilyen saját kis perverzió. Szóval egyébként lehetne mondjuk a héten egy olyan nap, amikor csak TikTokot nézünk, csak mert engem érdekel és szeretnék abban is releváns maradni, hogy ne hülyeséget beszéljek, amikor odaültetnek egy asztalhoz, és akkor nagyon dolgokra kell dönteni. Tehát szerintem te már rég túl vagy azon, hogy Harry Kettner-en gondolkoz 30 éves nőként. Nem. Tehát az, hogy megnézni a Harry-t, az egy másik dolog, mint hogy a videóit követni. Keresztül Megbi. Én szerintem itt van valahol a kutyálásról. Tehát hogy az, hogy valakit követsz, meg az, hogy valakiről tudsz, az nem ugyanaz. Tehát most is például mit csinálsz? Tehát valaki olyan valakin keresztül látod ezeket a tartalmakat, aki azt gondolja erről, hogy ez kellemetlen. És ezzel akarsz egyet érteni, ezzel az ember, hogy fú, bazd meg, ez tényleg kurva gáz. Miért nézik ezt a gyerekek? Hát valószínűleg azért, mert nincs kialakult személyiségű, mert nincs más, nem tudnak angolul, stb. Ezeknek ezer oka lehet. De nyilván ők konzisztensek, nyomják ezer, és egymást erősítik, ahogy az Áber is mondta. Nem a humorban, de elérésben mindenképpen. Harry boostolják, hogy ő legyen a legnagyobb NER influencer, és Orbán Viktor öröki hatalmon maradjon, yeah! Jaj, ne. Ez nyitni, mert kipróbáltunk már magunkat egy rádióba. Ne aggódj, Földi Adrián, nem lenne ilyen. De gondolkozom, hogy határozottan. Heti egy ilyen streamen. Tehát, hogyha nincs a trió, akkor nem tudtunk volna élőbe rádióadást csinálni. Tényleg egy jó ilyen kötetlen beszél. Ó, Petraszki, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a ez nem bobsziás, az ilyen kis... Beagle-sziás emót. Kösz szépen. Nagyon kedves tőled, hogy megajándékoztál mindennel. Kérdés, de hogy úgy nem feltétlenül beszélgetnék ilyen dolgokról másokkal. Tehát, hogy olyan témákat hozunk be, amik lehet, hogy egy ilyen közéleti téma, de nem feltétlenül beszélném ki ilyen mélységekben a hétköznapokban. Szerintem nagyon túl misztifikálják ezt a dolgot. Nem vagytok ennyire különlegesek, hogy egy saját interjút kellene csinálni a podcast csatornátokon veletek, hogy hogyan éltétek meg ezeket a dolgokat, ilyen mélységig, ilyen messze menő gondolatokig elment. Ez túl magas röptű ez az egész. Nem kell elszállni, úgy gondolom. Mert nincs benne ennyi ábra. Én ezt gondolom. És szóval te őszintén ezt fogadd el, ezt a kritikát. Akár saját haverjaimmal. És pont ezért jók ezek a témák, mert hogy egy picit mélyebben belemegyünk dolgokba. Te súlytalan. Szerintem jobban megismertem a barátot. A rohadt életbe, Hablancs! A rohadt életbe! Ezáltal, hogy még több időt együtt töltünk és... Ez biztos, de ezek meg természetes dolgok, Barni, hogyha együtt legóznátok, ugyanez lenne, hidd el. Hosszan még tovább beszélgetünk. Kicsit. Csak ezzel pénzt kerestek, tök menő. Amúgy hát persze. Talán másik közönséghez is eljutunk, szóval más embereket ismerhetünk meg ezáltal. Meg plusz egy motivációs faktor, plusz egy dolog, amivel törődni kell, plusz egy dolog, amit fel lehet nevelni. Volt egy vagy talán két adás, amikor egy picit iszogattunk a adás előtt, és picit elfajult az adás, és nem mertük kiposztolni. Volt egy rész, azt nem is raktuk ki, pedig megfogadtuk, hogy teljesen kendőzetlen az adás, de vettünk fel egy részt egyszer, ami ilyen, hát ilyen... Így van, Kisimi jobban csinált. De nem, ez nagyjából ugyanaz a kategória, Wilmer. Ez nagyjából ugyanaz a kategória. Undorhányságokról szólt direkt, hogy...
Nektek is ilyen mélységbe kéne menni, hogy Bandival következő cringe-véd. Nem, hát én nem tudnánk egy percig se komolyan venni az ilyen hülyeségeken. Nyilván, bazeg. Oh my god. Az van, hogy nyilván mi is gondolunk magunkról biztosan valamit komolyan, de nem tartjuk fontosnak. Tehát én rohadtul nem tartom fontosnak a saját véleményem. Ez a különbség köztünk, és mondjuk Harry Kettner között. De attól még én is elmondom, meg beszélek, meg én jól érzem magam ebben, hogy én így beszélek ezekről. De én nem tartom fontosnak. Nem tartom fontosnak, hogy amit mondok, az mi. Ettől függetlenül betartom a szabályokat, van véleményem mindenről, és szeretem hallatni. De nem tartom fontosnak. És nem veszem kurva komolyan a dolgokat. Ezek csak videók. Ha. Szarás ugyazás minden. És így már, amikor így leállítottuk a kamerákat, akkor már az volt, hogy jó, ez tök vicces volt felvenni, de senki nem láthatja. És volt egy pár ilyen. Sajnos túl PC a világ ahhoz, hogy azt megtehessük, hogy kirakjuk. Pedig, hát nem tudom, lehet, hogy azt egyszer majd újra... Azért, mert magyarul szarul hangzik, Barni, elmondom. Angolul senkit nem zavarna, hogy pisik, aki basszás szarás van a podcastban. De megértelek, nem túl szponzorbarát, hogyha ilyet tesztek ki. De a szponzorok meg úgyse nézik meg a podcastotokat, mert a szponzorok nem fognak, hát most nem azt mondom, hogy tiniknek szóló podcastot, de hogy ilyen, na, ezt hallgat. Én nem gondolom, hogy 40-50 éves vállalkozók trió podcastot. Lehet, basszeg, tehát tényleg, kérek három ostorcsapást, hogyha ez így van, de én nem gondolom, hogy ez a műsor, amit ők hallgatnak. Újra kirakjuk pontosan ugyanolyan stílusba, de jelenleg... Én nem félnék ettől, Barni. Szerintem nyomjátok, ami őszintén jön. Nem tehetjük meg egyszerűen, és ez kicsit szomorú. Miért ez? Ugyanúgy smegbi, amit leírtál. Szikasztó adás, hogy ez most hogy sikerült. Van olyan adás, ami annyira... Igen, nem tudom, a múltkor felbasztam magam, amikor a múltkor az a gírhes rendtergeci is elkezdte baszogatni Balázst, tudod, hogy nem tudom, dagadt, vagy nem tudom, mi a faszom volt. Így van, elkezdte az jó reg gírhes rendtergeci basztatni a Balázst. Ha sikerül, vagy azért, mert nem vicces, vagy túl van erőtetve, vagy túl fáradtak voltunk, akkor nem rakjuk ki. Euró. Kit érdekel? Sok, hát valamennyire sokan. Na hát ezt nem tudom. Ezt ti tudjátok, mert ti vagytok a partner cég. A partner cég tudja, mert a partner cég kurva sokat tett azért, hogy legyen trió. Valószínűleg adtak egy irodát amúgy. Ez az iroda, ahol laknak ők, lehet ilyenkor. Az adás. Úgyhogy ezeket a számokat ti látjátok. Ez milyen kurva szomorú, Barni? Miért? Barni, sokkal okosabb vagy, minek neked partner cég? Tényleg annyira kellett ez a helyiség, hogy ide jöjjetek, és úgy éreztek, hogy bejártok egy stúdióba. Na jó, nem mondok semmi. Nekem ez kicsit csalódás. Szerintem a Barni sokkal jobb vállalkozó, mint itt az összes... mi a túró, ezeknek a neve? Mit eszembe? Mi a nevük? Postforrent ügynökség egybevéve. Látjátok. Fix összeget nem mondok. Nem hozott annyit, hogy azt elharmadolva, külön-külön csak ebből Magyarországon meg tudjunk élni. Nem jött ki a havi 300 ezer forint, még a 200 se. Elárulom szerintem, ez nagyjából így van. Nem eleget. Nem tényleg, hát összeset nem tudom, annyi volt. Nagyon sok jó vendégünk volt tavaly. Nekem... Amúgy az érdekes, hogy el van harmadolva. Akkor ki editál? Mindig más? A Tótka Sándor nagyon tetszett. Nagyon sok plusz dolgot tudtam meg a sportolásról. Tehát nem csak az, hogy ott vagy és levezet. 200 a minimálbér, csonti, csak mondom. Tehát, hogy én értem, van a rokkanyugdíj, meg csökkentett munkaképességű pénz, meg csak azt mondom, hogy nyilván, most nem abban kell kiindulni, hogy akkor... Jó, mindegy, szar a helyzet itthon, ez tuti. Tehát azt a adott távol, az távok. Hanem, hogy mi az, ami kell előtte, a légzésgyakorlatok, mindaz, ami tényleg így hozzá tevődik, összetevődik ahhoz, hogy te egy jó eredményt érjél el. Azért nem tudok konkrétan egy nevet mondani, mert nyilván vannak témák, amik közelebb állnak hozzá, meg vannak témák, amik messzebb. Tehát, hogyha mondjuk bejön a Tótka Sanyi, aki kajakos olimpiai bajnok, és én is kajakoztam annó, sőt, még vele is versenyeztem, nyilván több közös témánk lesz, és jobban érdekel egy kajakos téma, mint hogyha mondjuk bejön a... Nem tudom most, kit mondjak, a...
Norbit akartam a fogyásos témával, mert hogy engem az nem érint annyira, tehát hogy tök jó volt a téma, de engem egy kajakos jobban megmozgat, mint mondjuk az, hogy hogyan tudok lefogyni. Hát Istenem. Fú, ezért megköveznek, de szerintem nekem talán... Ja, ezért tényleg megköveznek, de szerintem talán a Sóbert Norbi. Nekem ő volt az, aki bármennyire is megosztó, akkor is szerintem azért egy olyan dolgot épített fel, lehet az rossz vagy rossz, jó vagy rossz is, de hogy egy olyan szintű közismert ember, hogy szerint én vele nagyon szerettem beszélni, vártam a beszélgetést. Alright. Biztos, hogy pornó mindkettőnek. Harrynek valamilyen teszlás valami, vagy valamilyen ilyen, olyan cikk, ami ilyen felkapott, de ilyen nem bulvár, de ilyen kicsit talán egyszerűbb cikk, nem rosszból mondom ezt. Harrynek biztos valami, amire költekezni lehet. Abelnek vagy valami kutyás cikk, vagy valami kávéfőző. Ezeket én tudom szerintem, ugyanúgy. Barninál pedig biztos valami, ami NFT. Tehát ő most annyira rá van kattanva erre. Furcsa, hogy Norbi tudták vállalni, Bonit, hogy igen, hát nyilván, mert a Norbi az nem köt beléjük, mert nem tud róluk semmit. Nagy különbség. A világra, hogy biztos valami új kripto, nem tudom, valami. Úgyhogy ez nálam meg Poresz, persze. Hát. Volt? Voltak nézeteltérések, amik majdnem odáig jutottak, hogy így szétment a dolog. Olyanok voltak, hogy voltak hullámvasutak esetleg. Oké, okay. Az intellektus, de bazdek, kiböki a szemem, Harry. Olyan durván töröd a magyar. Volt. Voltak hullámvasutak, bazdek. Hullámvölgyek helyett. Volt mélyvölgy, igen. Mélyvölgyek. Szerintem a legtöbbször Ábelnél van egyébként ilyen hullámvasút. Miattam szem. Ábel miatt van hullámvasút a trióban, srákok. Mondtam, hogyha valaki miatt, akkor miattam volt. Én hazajöttem Kanadába, és utána nagyon nem akartam ezt újrakezdeni, mert felkészületlennek tartottam a műsort, és olyan amatőrnek egy picit, de ugyanakkor elfelejtettem azt, hogy ez pont ilyen sminek indult, hogy egy picit ilyen kötetlen legyen, csak az van, hogy elértünk egy olyan szintet, ahol már elvárják azt az emberek, és jogosan várják el az emberek, hogy egy picit jobban odafigyeljünk a témavezetésre, ne így össze-vissza ugrándozzunk a témában, és ebből így nekem így elegem lett, hogy megint csak kritikákat fogjuk kapni, hogy akkor jobb nem újra kezdeni. De szerintem bennünk az jó, hogy le tudunk ülni és átbeszélni a dolgokat, és ezáltal lesz. Oké, Barni. Az a baj, én ezeket már olyan sokszor hallottam, minden helyen, mindenhol, az életben. Ez az a jó bennünk, hogy mi le tudunk ülni, és meg tudjuk beszélni. Ez amúgy tényleg pozitív. Ez tényleg nagyon pozitív. Másként nem is menne. Szóval ez a jó benne, és a rossz is benne egyszerre. Elárulom, hogy ezzel olyan sok dolog nem változott meg a fejemben, hogy ezt hallottam. Örülök, hogy meg tudtátok beszélni. És hogy Ábelnek is jó kedve lett. Ezt megoldottuk. Azért jó, hogy hárman vagyunk, mert ha valakiben elindul egy ilyen lejtő, hogy depressziós vagyok, világnak vége lesz, a világnak nincs kedvem semmihez, akkor a másik ettől felhúzza. Úgyhogy ilyen abszolút nem volt terve, sőt, inkább olyan terveink vannak, hogy építeni akarjuk, és tényleg rádiózni szeretnénk. De ugyanakkor nagyon örülök, hogy újra kezdtük, mert jó, ott volt egy nagyobb kiesés, tehát ezt most kezdtük újra, de bejöttem a stúdióba, és tök jó hangulatom van, úgyhogy hiányzott. Jaj, verekedni? Bunyóban én nyernék. Nyilván Harry jár boxolni, de egy baseball ütőt nehéz ketté törni. Attól függ, miben. A klasszikus mondás. Tehát mondjuk, hogy... Úristen, Manusz. Ha Barni minden nap Google, és az lenne, hogy most ki Google több kilóval, ő nyerne. Én. Ha az van, hogy kiüt nagyobbat a teniszlabdába, akkor valószínűleg... Én. Hát Ábelnek mondjuk jó karja van, meg jó mellizma, nem tudom. Na érted, változó. Én. A José. Nyilván idén szerintem a Zsózés adás volt a legnézettebb. De az a baj, hogy ez nem miattunk, és pont az adás, ami tényleg ilyen fáradt volt a José is, meg mi is, és így sokkal többet ki lehetett volna hozni abból, de az a José miatt ment akkorát, amekkorát. Tehát ott a vendég vitte el az egészet. Zsózés az azért, az inkább a José miatt, nem miattunk, vagy talán amiatt a szituáció miatt, hogy milyen lehet ez a négy ember együtt, de szerintem még mindig inkább a José, nyilván egy adás mindig, a vendéges adás a vendégről kell, hogy szóljon. Én ezzel vitatkoznék, persze a vendégnek nagyon-nagyon fontos szerep jut,
És minden vannak olyan kritikus helyzetek, mint amikor a vendég százszor érdekesebb, mint te magad vagy, objektíven megítélve. Például amikor mi a Szabi este leültünk, akkor én nem gondoltam, hogy én meg a Bandi véleménye, vagy nem tudom, gondolata legyen a hangsúlyosabb, mint sem, amit a Szabi fog majd mondani. Inkább mi kérdezünk, és majd ő válaszolja meg. De amikor egy podcast olyan, hogy na, meséld el az életed, hogy kezdted, meg ilyenek, akkor így bele-bele kérdezgetni szabad, meg minden, de hogy így nem váratod el azt, hogy mindig minden rólad szóljon, mert ez kellemetlen is lenne. Én szerintem főleg a Zsózéra voltak kíváncsiak, de az is egy érdekes szituáció volt így, hogy négyen voltunk együtt. Barát, valamelyik barátnős részünk, emlékszel, azt a témát pont én hoztam. Imádom, hogy én vagyok a legszarabb témakereső vagy témahozó, egyszerűen saját magamnak is sokszor nehéz videótletet kitalálni. Ezt észrevettük, ez határozottan így van, Harry. Az indexképekre is, igaz címekre is, ez nem én vagyok. Viszont mindig az én témáim mentek a legjobbakat, talán azok voltak a leg... clickbaitesebbek, bulvárosabbak? Megosztóbbak. Á, ez egy jó szó. Ezt a szót kerestem. És a legjobbat a barátnős adás ment. A barátnős adás meg szerintem szimplán azért, mert... Mert szex! A szex és más semmi. Csak amiatt. A pöcsök és a csöcsök miatt. Annyira magánélet, hogy lehet, most egyébként már nem is biztos, hogy újra felvenném azt, de nyilván kíváncsiak az emberek a magánéletre. Illetve a youtuberes is elég jót ment, amikor végigmentünk a top 100 youtuberen. Hú. Barni. Henry. 100%, 110%-osan. Ábel kurva jó arc. Nem a Henry. Nem Ábel. Oké, okay, mindenki egyre gondol. Ábert nagyon bírom. Jó van. Hát, oké. Okay. Megnéztük. 60 kommenttel. Én nem tudom. Szerintem itt nincsen közösség. Vannak biztos itt is érdekes témák, meg olyan ellenállhatatlan csábító videók, amikre muszáj rákattintani. Ja, megy nekik. Dezső Bence. Ez az index kép, Genci, erre emlékszem. Hol van, ez az index kép. Jaj, amikor ez kijött. Oh. Bence, azóta sikerült lefogynod? Minden oké, okay, Bence. A műtéted jól sikerült? Nem tűnik úgy, hogy sikerült felépülnöd. Oh, my Jesus. Oké, na akkor egy videó van még, mert most már látom, hogy van le időnk. Az Uralics Petit nézzük már meg. Ez valami Star Trek-es tudsz lesz. A trióról nem tudok többet mondani. Nézzük meg, hát ha nevetünk egy jót. Várjál, nézzük, hogy van egy szponzor. Hoppá. Csatorna tagság, más nincs, jó, király. Igen, tessék. A Larics Petinek a videóiban azt lehet megfigyelni, hogy egész jó, egész sok, sokat törődik a hangeffektekkel. Valószínűleg neki a hangmérnöki pálya is ment volna. Vagy hát nem tudom, csak ezt így belemagyarázom. Van, amikor ez nem sikerül jól, de hogy így aránylag ezt jól megcsinálja. Aránylag szerintem. Köszönöm, már is megyek. Köszi. Szóval írogassál te is, te parom. Tudod, mikor fogok jól válaszolni neked. Ez most pont nem. Most ezt hátulról kellett volna hallani, vagy előről, vagy nem ilyen vízhanggal, ezt külön kellett volna felvenni szerintem ezt a hangot. Te! Hú. Ki ez a punci? Azám! Yeah, boy! I am going to hit that ass! Ez a barátnője, nem? A pizza funár? Pizza sunár? Jó napot kívánok! Most meg fura a hangzás, most meg nagyon ilyen konzerv, és nem értem miért. 3950 lesz a pizza. Most mit csurog? Mi ez a hang? Csöpög arra, Radics Peti gatyája? Ki az, aki készpénzzel fizet még pizzafutárnak? Tegye fel a kezét, aki még készpénzzel fizet pizzafutárnak! Jó, mondjuk van olyan, aki megkér, hogy jöjjön ki és lehúzza a kártyáját, de hogy így... Komolyan! Én nem hiszem el! Én azok szerintem már 5 éve, sőt még készpénz sincs nálam nagyon régóta, csak a fodrásznál kell kész... Nem hiszem el!
A pizza futárna készpénzzel? Honnan rendeltek? Honnan rendeltek? Készpénzzel? Bro. Jattot? Faluról. Na hát úgy értem. Úgy már lehet, hogy ott lehet kicsit mások szavak. Uram! Hölgy a láthatáron! Képernyőre. Jó, hogy az a padicsreti agyában van. I see. Ez az agy, agy Star Trek. Klingonul látják a nőt. Az igen. Fú, bazd meg. Azonnali vörös riadó. Vörös riadó él, uram! Mit tudunk a hölgyről? Semmit, uram. A hölgy nem szerepel az adott bázisunkban. Oké. Okay. Facebookon se láthattuk. Nem, uram. A rohadt élet. Uram, a péniszünkbe több vér áramlik a megszakottnál. Nem engedhetjük, hogy felálljon. Kapcsoljon valamit, amitől megszűnik az erekció. Igen is, kapitány. Uram, erekció szint 60%-on. Mr. Spock! Intézem, kapitány. Takarító öregasszony emlékképek aktiválva. Erekció csökken 22%, uram. Helyes. Mr. Spock, kapcsoljon kérem üdvözlő frekvenciára. Üdvözlő frekvencián vagyunk. Köszönjük. Szia. Üzenet eljuttatva, uram. Helyes. Reakció? A hölgy is üdvözlő frekvenciára váltott. Szia, 3950 lesz a pizza. A hölgy kifizetésre vár, kapitány. Nem engedhetjük el. Mosolyogjunk rá és várjuk a reakciót. Mosolja aktiválva. Igen, a 4001 pizza az is erős. Hát tudod, ezek a pesti árak, srácok, nem lehet mit csinálni. Infláció. Reakció. Egyelőre semmi. Vigyorgás szintet emeljük. Vagy lehet, hogy XXL pizzát rendel. 60%-kal. Uram, a lány szerintem hülyének néz minket. Francba, elcsesztük. Kifizessük a hölgyet, uram. Fizetésbekapcsolás folyamatban. De lassan. Közben 10%-on mosolyogjunk a hölgyre. Uram, oldanunk kéne a feszültséget, a hölgy gáznak érzi a helyzet. Kérdezzünk tőle valamit. Szóváltás nélkül esélyünk sincs. Intézzünk hozzá valami random időjárás poént. Milyen rossz az idő? Ezek szerint esik. Ennyire ne legyen random. Uram, a hölgy menekülő üzemmódra kapcsolt. Figyelj nekem, indulnom kell. Ide tudnád adni a pénzt? Hát ez elég gáz, kapitány. Szerintem aktiváljuk az önmegsemmisítést. Ne legyen hülye már, Csekov. Kapcsolja laza üzemmódba. Szerintem is kurva cringe amúgy. Á, Jézusom. Mármint, hogy... Uram, nem tudunk az... Mindjárt elmondom, mi gondolom. A szitocin szintünk 100%-ommal. Az izgatottsági érték meg a maximumot veri. Oldanunk kell a feszültséget. Mondjuk a lánynak, hogy ne haragudj. Valószínűleg az a cél, igen, hogy egy balfaszt bemutasson. Nem hiszem, hogy saját magát. És hogy ez ilyen... A Radics Petinek az agya egy érdekes hely. Sokszor azt érzem, hogy nagyon jól rátapint a tömegre, mert valahogy abból indul ki, illetve magából, ami nagyon hasonlít a tömeghez. És akkor így eltalálja ezt a tömegcsakrát, és akkor lehet, hogy ezért nem szokott nekem általában tetszeni, amit csinál. Most inkább csak azt érzem, hogy jól megoldott ahhoz képest, hogy milyen lehetőségei vannak. De azért messze nem olyan humoros, mint amilyen lehetne, vagy nem tudom. Azért ez nem egy rossz videó, ahhoz képest, amik magyar YouTube-on vannak, bőven. Humor kategóriában bazd meg. Hát egy Duma színház, meg ilyenek, könyörgöm. Hát akkor ott tényleg segítségért kiálltok. Ez very big ahhoz képest. Csak olyan gyönyörű vagy, hogy majdnem megállt a szívem. Csak legyen csattanó, Peti. Reti. Ó, köszönöm, ez nagyon kedves tőle. Szép volt, uram. Köszönöm, Spock. Köszönöm, köszönöm. Az oxitocin szintünk még mindig az egekben van, uram, de az izgalmi szintünk lecsökkent 80%-ra. Rendben. Fizessük ki a hölgyet. Tartsd meg. Köszönöm szépen. További szép napot. Kapitány, a hölgy úgy látom elmegy. Nem fog.
maximum az éjjel. Kérdezzük meg tőle, hogy... Nem fog maximum az éjjel. Nem engedi el a sajt. Ne haragudj, mit csinálsz ma este? Hát, este 9-ig dolgozom. Befogadott minket a bizalmába. Elmondta, hogy mikor végez. Kérdezzük meg tőle, hogy... esetleg... lenne kedved randizni? Válaszolj már! Bocsi, van barátom. Faszom! Kapitány, a hölgy elmegy. A csalódottsági szint növekszik, míg az önbizalom szint 17%-ra csökkent. Francba ezt nem adjatjuk. De uram, mit tehetnénk még? Nem is nehéz reagálni erre a videóra. Igazából úgy lehet reagálni, hogy láthatok, hogy mennyire figyelek titeket, és nagyon leköt. Kevesen is csetelnek, szóval valószínűleg jól csinálja a Peti, hogyha leköt minket ezzel. Szóval valamit biztosan jól tesz. Nem azt kérdeztem, hogy van-e barátod, hanem hogy mit csinálsz ma este. 10 órával később. Hello! Uram! Az energia szintünk csökken. Remélem a védőpajzsot felhúztuk. A védelmünk 100%-os. Uram, közeledünk az ejakuláció felé. Még várjanak. Kapitány, már nem bírjuk sokáig. Tűz. A vége kurva kringé lett, baszki. Leköd, de nem vicces. Van benne valami. Hát, figyelj. Én örülök, hogy próbálj. Ezek az ilyen sketch comedy tök jók, tök ötletesek. Sokkal jobb, mint amit egyébként a magyar YouTube-on találok. Legalábbis számomra az én preferencia szinten, ez valamilyen szinten már kielégíti, azt tudom mondani, hogy oké, ez jó lett, ügyes vagy, csinálj még ilyeneket. Szerintem teljesen oké. Good, tipsi-tapsi. Én azt mondom, hogy ez fasza volt. Legalább ma egy olyan videót láttunk, ami nem volt dögunalom. Szóval, very cool, mit fogunk csinálni? Paplovag, ott rédelni, nem? Benipovát rédeljük. Bro! Micsoda opportunitás! Na gyerekek, akkor üdvözöllek titeket, legyen szép az estétek. Én megyek tovább utamra, és hogyha minden jól megy, akkor védjük a ceteket Benipovával. Legyünk jók, legyetek szexik, mexik, vigyátok magatokra, és ne felejtjétek el a legfontosabb dolgot. Védjétek a ceteket. Na találkozunk csütörtökön. Szevasztok, pajtikáim. Ciao. Még azért nem látszik rá mi pociá, hogy még ez nem a...